A mikrofon mögött az éter Nagy Ági, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora Sebestyén Balázssal, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival. Itt a Klassz FM-en. 6 óra múlt 12 perccel, jó reggelt minden drága hallgatónak. Hello Jani! Szia Vali! Hello! Mindenkinek, itt vagyunk a hét utolsó napján, egészen jó időben, komolyan mondom, furának tűnik, mert hogy szemerkél az eső, és olyan kis ónos köcitálás jellegű az időjárás, de ilyen 14-15 fok, nincs hideg, úgyhogy egészen biztató a dolog, mondom azoknak, akik esetleg most ébrednek, olyannyira, hogy holnap-holnap után viszont már valódi indián nyár. Igazi vénasszonyok nyara lesz, azt szép mondják. Szép időben búcsúzunk, így van. Ezt, hogy vénasszonyok nyara, ezt kitalálta ki, mert ebben én azért érzek egy pici kis szarkazmust. Az indián nyár az olyan szimpatikusabb egy kicsit, de hogy igen, azzal meg nem nagyon egyre tudunk azonosulni, mert hogy más kultúra. Én tudom milyen, hát a vénasszonyok nyara száraz és meleg, nem? Hát igen. Igaz, tehát ez a nedvességednek némiképpen ellentmond. Hát tulajdonképpen mit tudunk a vénasszonyokról? Szárazak és melegek. Hát milyen a vénasszonyok, milyen a száraz és meleg. Valaki nagyon szellemes volt 100 évvel ezelőtt, és... Lehet. Vagy csak egyszerűen tényszerű. Tudta, volt benne. Rutin tapasztalat, és azt mondta, hogy ez a nyár olyan, mint a vénasszony. Milyen Józsikám, a száraz és meleg. Na jó, akkor. Hát akkor hívjuk ki. A ma is a kis szobában alszol, te nőgyűlölő szemét. Mondták ezt Józsinak, és aztán ez itt valahogy beépült. Egyébként tényleg ez a vénasszonyok nyara, hát miért kell az idősnőket bántani? Miért kell őket vénasszonynak hívni? Nem? Igen. Tehát, hogy így szegények, hát pont tisztelik kéne őket, mint a japánoknak, akiknél valaki minél idősebb, annál tisztelik, és nem így van. Kiközösítik is idősek otthon, rakják. Tovább kapják a viszonylag most nyugdíjat. Hát igen, meg ott van tisztelet más, az idősek hogy igen, felé. Máshogy néznek ki ezek a dolgok. De hogy igen, vénasszonyok nyara, fura. Vénasszony. Olyan rosszul is szól. Picit. De értem az átkötést. Tulajdonképpen, az viszont teljesen érthető. Viszont tök jó, hogy mondtad ezt a kicsit nedves időt, mert ugye ténylegesen egy nagyon-nagyon-nagyon kis csapadék most van jelenleg. Ma ugye 7 órától véradás van itt az Üllői út 102-ben. Felhívjuk mindenkinek a kedves figyelmet, akihez esetleg még nem jutott el a hír, bár mindent megtettünk, mert Csabi is mondta, Piros is mondta, mi is mondunk egész héten. Az év utolsó véradásáról van szó, tehát hogyha valaki úgy érzi, hogy segíteni szeretne, ennek nagyon-nagyon örülünk, és nagyon-nagyon köszönjük a Magyar Vörös Kereszt nevében is, az jöjjön ide 7 órára a lakcímkártyával, személy azonosító okmányokkal, igen, és adjon egy kis vért tényleg. Akinek van ideje, csak ugorjon be, nem is hiszitek, mi nagyon sokat egyeztetünk, meg beszélünk a Vörös Keresztesekkel, micsoda nagy segítség, és az ember nem is gondolná, azt mondja, hogy jaj, hát Istenem, jó, most nincs idő, meg nem ugrom oda, meg tényleg majd odaugrom, de hogy közben tényleg, tehát nem gondolnátok, hogy az a 8 fityul, amit tőletek levesznek, az lehet, hogy már holnap este valamilyen 8 éves kisfiúnak egyébként pont egy baleset után nagyon jól jön. Tehát tényleg megdöbentő a dolog. Úgyhogy jöjjön mindenki, aki tud. Fél óránál ez most nem tart tovább. Nem. Biztos, hogy nem. Nem, jó, gyorsak lesznek, flottak lesznek, ők a legjobbak ebben a témában. Így van. Jó? Abszolút. 7 órától. Aki idején előbb, az pedig hát bár egy kicsit, de legalább első között megy belevetetni, és mit tudom, 7:30-4:30 már végez is egyébként. Aki elsőnek itt lesz, az kap tőlem egy Klassz FM-es szemüveget. Igen. Na, tegnap SMS-eztem Ferivel, egy Klassz FM-es szemüveget? Aha, tudod, ezt a kis napszemcsót. Ja, napszemcsót. Majd a jövőre lehet használni. Illetve nem, már a hétvégén. Igen. SMS-eztem Ferivel, én mondtam, hogy maradjon még otthon. Mondta, hogy lehet, hogy bejön, de finoman éreztettem vele, hogy nem baj, ha nem. Örülök, hogy nem tette meg. Egyelőre javulgat, de az a lényeg, hogy jövő hétre jó legyen. Úgyhogy most az immunrendszerét újra összeszedi, hogy aztán majd utána ott újra lerobbanhasson kint. De igen, Feri nincs, és nem is lesz. Meg nem szabad elfelejteni, hogy ha ő esetleg bejön, akkor nem egy vírust hoz magával, hiszen egy egész vírus hordának kellett megrohanni az ő hatalmas testét ahhoz, hogy le tudják dönteni a sezlonyra. Igen, tehát ott egy sima malárója is segítséget kér egy hastifusztól, hogy egyetlen neki menjenek a Ferinek, és megtámadhassák. Igen, gyertek itt az óriás, kapjuk el. A sima maláriászonyog az megijed tőle, és nem adja át neki, mert a Feri megeszi a jó étvágya reggelire a malária vírus. Még rád is szükség van, TBC, gyere! Gyerte, kapjuk hajrá, el! Essünk neki! Kapjuk el az óriást. Úgyhogy az óriás pihen egy kicsit, mi pedig ketten toljuk ezt a reggelt. Nem is tudom, mit csináltam tegnap, nekem most kiestek a napok. Mennyire undorító volt, hogy ahogy mondtad ezt az egészet, érted, annyi lemondás volt benne, annyi keserűség. Most ketten toljuk ezt. Ketten toljuk ezt a reggelt. Nem, a jövő hétre gondolok is arra, hogy megint hallgattam az Ákost, és persze nyilván meghalt az ebolás beteg, tehát hogy mikor is történne, hanem mondom, 4 nappal az utazásunk előtt. Lehet, hogy nekem már erre fülem van, de hogy...
most helycserés támadáson, érted, mi oda megyünk, ők meg ide jönnek, tehát hogy igazából ez annak, akik itt vannak, nem annyira jó ír, de nekünk jó ír, mert hogy ott egyre kevesebb lesz. Dél-Afrika meg ebből a szempontból nem veszélyeztetett, azért nem, néhány ország beékelődik ott a veszélyeztetett területek meg Dél-Afrika közé, és ez nekünk mindenképpen jó hír. Persze, meg úgyis olyan rohadt meleg lesz, hogy ott minden el fog pusztulni. Hát ugye tegnap veled is SMS-ezett egy srác, aki jelenleg kint van a stábomból, aki jelezte, hogy itt cirka 35 fok körüli hőmérséklet van kint, és mindenki, hogy hívják, mindenki gyakorlatilag romában már sülve, égve, barnulva, akármi, lesz nekünk ott más gondunk is. Lesz, hogy ne, persze, nyilván az érészemlős, azért ez nagy részt műbalhé, de azért érdekes, hogy a gaty alatt is lebarnuljunk például. Például, igen, hát azt nem hiszem, de milyen kis tangát hozok majd ott, hogy a medence szélén napközben, amikor semmi dolgunk nem lesz, akkor tudja. Oh. Tagában, hogy a farfafáim is barnák legyenek. Na, erről majd csináljunk egy ízét, egy farpofa szelfit. Rakjuk fel az Instagramunkra. Igen, viszont az Instagramot újra akarom éleszteni, mert hogy van a Morning Show-nak Instagram oldala. Van ám. Amit hát kicsi elhanyagoltunk így az utóbbi három és fél évben. Na jó, kis tudással nem, de mondjuk az utolsó fél évben. Olyan unalmas, hogyha mindenki állandóan posztol valamit, tudod, mert egy idő után már gyakorlatilag nincsen jelentősége, mi meg mindig ilyen két-három hónapos kiadások, meg fél éves kiadásokat posztolunk egyet, mennyivel jobban becsülik is ezeket a dolgokat, mint mondjuk Tibinél, ahol naponta öt van. Igen, picit más az Instagram, mint a Facebook. Én jobban szeretem egyébként magát az Instagramot, bár nem vagyok Instagramon se, de arra gondoltam, hogy... bár egyiket sem csinálom, de azért jobban szeretem az Instagram. Ha csinálnám, akkor az Instagram az jobb lenne. Nem, Rogert követem az Instagramon, képzeld el. Most onnan ilyen titkokat árulok el. Federernek be van állítva az Instagram oldala, vagy van Roger Federernek Instagram oldala, és őt nézem. Baromi jó képeket tesz egyébként ki. Hogy újraélesztem én ezt az Instagram oldalt. Jó, kint kezdjük. És fotózgatni fogok. Jó, legyetek a követőink, így mondják, ugye követőink. Igen. Hát most is meg lehet már minket találni Instagramon, de ha ki tudom vinni azt a másik telefont, amivel brutálisan jót képeket lehet csinálni, csak ahhoz kell a Zsül, hogy végre installálja fel nekem, meg csináljon meg rajta mindent, akkor elindítom. Jó? Nagyon jó. Nagyon jó. Igen, és mit mond erre Páko? Minden fotót hallgatni. Úgyhogy igazából ebből a szempontból teljesen mindegy, hogy újraéleszted az Instagramot, vagy sem, mert hogy minket is újra kell majd éleszteni. Teljesen, de abszolút teljesen mindegy. Mi volt tegnap? Minden oké volt? Pihentél, aludtál, ettél, ittál? Várjál, mi a fenét csináltam? Hát igazából most már nagy készülés van. Rajtam kerestek az oltóközpontba téged nagyon. Igen. És azt mondták, hogy olyan SMS-t küldtek, amiben ott van az időpont. Ma megyek, de nem volt benne az SMS-ben az időpont. Én erre nagyon odafigyelek. Múlt héten már átküldték az időpontot, hogy ne felejtsem el, hogy van fixált időpontom, csak ezt a fixált időpontot nem küldték el. De nem tudom sajnos bizonyítani, hiszen van egy olyan rossz szokásom, vagy jó szokásom, hogy én mindent kitörlök a telefonomból, ami átjön. Tehát, hogy így néhány napig talán tartózkodik a telefonomon, egy-két SMS. Ezt küldték neked, és csak a Varó János. És a te telefonodra? Azt mondja, hogy kedves, igen, emlékszem, hogy egyeztetőben várjuk. Aha. Jó, ezt, hát igen, jó, megmutatta. Hát erre nehéz bármit is mondani. Igen, konkrétan év, dátum, hónap, nap, óra, perc, bocs, telefonni. Schuldigen. Nem baj, kimentettelek, mondtam, hogy igen, tudta János, de nem, de mégse, közben jött neki valami, de nagyon helyesek voltak, nagyon várnak, úgyhogy ma ott van a néni, és meg fog szúrni. Izomba, atomból, egy AB gyorsan. Nagyon ügyesen adják be egyébként az oltást, nekem semmiféle mellékhatása nem volt a dolognak, nem gyógyult be a karom, nem fájt, nem dagadt, nem volt semmi gond vele, bár ma kapok egy tetanuszt is. De minek? Mert csak az íze kedvé. De ez tetanusz, akkor majd ott történik valami. Ahogy szoktad mondani, mostanában abban van a vitamin. Abban van a vitamin, igen. Már oltattál tetanusz? Annak is emlékeztetően? Vagy azt most csak most beadatod egy? Most, mert nem, azt hiszem, hogy ez úgy van, hogy mit tudom én, hogyha ilyen 8-9 éven belül kaptam, akkor nem kell, de én nem emlékszem rá, hogy kaptam volna. Jó az. Én nem akarok ott semmilyen kórházba bevenni. Nem tudom, hogy ott milyenek a viszonyok, biztos marha jó. Figyelj, az ennyi, hogy öngyújtó legyen nálad, hogy tudsz sterilizálni a tűt, amivel megszúrnak. Igen, hát meg egy rambó kés, hogy össze tudjam varni a sebet. Nálam mindig lesz egy öngyújtó. Elnézést, uram, adhatunk vért? Persze, hogy nem. Csak kérem az injekciós, hogy gyorsan öngyújtóval. Én azért kérdezték a tetanusz, de én mondtam, hogy ez előre mindenféle méreganyagot nem vennék magamban. Uh-huh. Szóval, hogy beértem, oltóanyag, nem méreg meg, ez már barátságos, meg semmi bajod nincs tőle, meg nem tudom. De én mondtam, hogy majd, ha ott belelépek egy rozsdás százas szögbe, nyilván nagy esélye van erre az embernek a dzsungelben, akkor kérem majd ott kint a tetanusz, de előre, csak azért, azt nem tudom, mondtad, gondolni. Mondtad, hogy tetanusz, te pedig mondtad, hogy tanultam én meleget, de miért tegeződő? Egyébként sem mondnak, mit csináljak. Tetanusz. Hagy tudjam már, mikor tanulok. Igen. Szóval egy HEPA AB, az meg a hastifusz. Milyen jól hangzanak ezek? Jó, viszont,
tegnap újra képbe kerültem, hogy a HEPA AB-ból az egyik az életre szól, a másik 15 évre, úgyhogy nagyon korrekt. És SMS-t kapsz, hogy mikor kell menned. Jegyzik az oltásaidat. Beírják egy számítógépbe. Elküldik neked, vehetsz oltási könyvet. Nagyon, nagyon hihetetlen, hol tart már Magyarország oltásilag. Annyi kétségbe se tartott, mint amennyi ott ült a váróban velem együtt. Nem mertem megkérdezni, hogy ki hova megy, de hát... Nem, azért volt a kétségbe esetek, amikor megláttak, hogy tudták, hogy egyel hátrébb kerültek a sorban, hiszen tök mindegy, hogy ki volt beírva, te jössz. Nem, én nagyon szerényen, amikor beülök, megvárom a kis helyecskémet, aztán egy percben nagyon morcosan fölállok, ha nem szívem hívnak be. Úgyhogy megtörtént tegnap a dolog. De látod, hogy az elmaszírozás működik? Működik. Azért nem fájt a karod, mert ezt izomba adják. De Bali mit mondott? Hogy rajta abban nincsen semmi izom. Egyrészt igen, hogy rajtad azt keresni fogja. Nem, hanem hogyha kihúzod a tűt, abban a pillanatban jó 10 percen keresztül masszírozd el, és nem lesz másnap ez a karemelés. Nehéz, de masszíroztad, vagy masszíroztattad? Nem, persze. Nem ő volt. Nem? Nem ő volt. Egy meglehetősen szigorú, visszafogott, fekete hajú doktornéni volt. Nem az, akit egyébként én nagyon vártam, hogy legyen. És akiről... tödölév. Igen. Sajnos őt nem láttam, és mindenki ódákat zeng róla, hogy a világ legjobb milfje. Hát én nagyon remélem, hogy ő lesz ma. Csókoltatom, láthatlanba. Jó, mert hogy 6 embertől hallottam az oltóközpontból, hogy az egyik doktornéni annyira jó ott, hogy minden oltást be akarsz kérni popsiba. Konkrétan nem tudtam vele találkozni. Még 4-et ugyanebből. Én nagyon helyes fekete hajú, idősebb volt, a múltkor pedig egy orosz. Uh-huh. Nagyon szigorú, aki meggyőzött, hogy még azt is adjam be nekem, azt is beadná nekem, ami... Igen. Amit még fel se találtak. Feri is mondta, hogy direkt a földre ült, hogy lehajoljanak hozzá. Ő is a jót kapta? A látvány miatt. Én miért nem kapom? Miért nem jut ez? Hát házas embernek már ennyi is elég, hogy látok valamit. Hát igen. Az orosz is helyes. Legalább volt. Szemmel lakjunk jól, nem? Hát nem. Csinálj már róla titokban már egy fotót, ha mész. Miért titokban? Mert nem biztos, hogy még engedni lefotózni. Nem azért, mert hogy neked kell titokba tartani, hanem nem biztos, hogy engedni fogja, hogy te lefotózd, érted? Nem, vagy, amikor jön egy tűvel a kezébe, abban a kis fehér köpenybe, eleve imádom az egyenruhát, imádom a stewardesseket, a doktornőket, ez mindig olyan tiszteletet parancsol, a stewie is, ő áll, te ülsz. Oh. Azt kell semmit, ő mond, rád szól, szigorú, elveszi az italodat, bekapcsolja az öledet. Gondoskodik róla. De gondoskodik, hát minden benne van, nem? Hát, mennyire legjobb. Szóval csinálj már róla egy fotót. Jó. Jó, ha ő van. Figyelj, mondd meg, hogy ráragudjon ezt a Balinak. A régi trükköd, ami gyerekkoromban mindig bevált, hogy elpítyeretek majd, és akkor megvigasztal. Ja, hogy elsírod magad az oltást? Már nagyon fájjani. Igen, nagyon fájj. Tehát így puszi segített rajta. Sok puszi, sok. Még egy kicsi puszi, még egy kicsi puszi. Ne csakodál, de is. Jaj, úgy érzem, mindig nagyon fáj. Jaj, Istenem, de fáj pillanat, ilyen kombos. Jó, ide jó lesz ezután bemenni az oltót. Na, jó van, igen, még haza. Jó, gombos. Ja, itt is meg gombolom. Mit a kurva, én beszorult, rohadt. Egyre jobban már csíp is. Egy kis nálat kérek. Na mindegy, igen. Ja, aha, jó. Hogy állunk játékkal? Visszatérve kicsit. Szerintem viszonylag két jól, ez azt jelenti, hogy... Igen, ha igen. Élő adásban boldogok a legszegények. Az oltó néniről. Persze, nem baj. Hogy, hát ez van nekünk, ez maradt. Persze. 2-2 az állás. Szerintem még ha egyet most behúzol, akkor nyerhetünk, ha elbukod, akkor ez a hét elment, ugye értetted? Fura, hogy ugyanezt gondolom rólad, hogyha megcsinálod, meg vagyunk, ha elbukod, akkor mindannyian elbukunk. Figyelj, hogyha így is kapsz tőlem egy körmát, mit szólsz hozzá? Ja, illetve egy altét. Ezek a keresztezett dolgok, illetve behalok, hogy a természet kitalálta az almát meg a körtét, jött az ember és elkezdte ezeket keresztezni, azért mert okos volt. De figyelj, ez igazi eredeti magyar körma. Körma? Vagy alte. Figyelj. De mi keresztezték tényleg? Aha, tényleg a tiéd. De miért kell bántani a körtét meg az almát? Hát ezt nem értem. Nem tudom, de nekem nagyon bejön, mert ez egy jó. Úgy néz ki, olyan érdes a bőre, mint a körtének, viszont kerek, mint az alma. Egy az egybe alma kinézete van, de hogyha megfogod, akkor... Igen, és alma körte illatú egyszerre. Igen. Klasszik magyar körma. Nagyon fura. Körte és alma egyszerre. Direkt keresztezték? Ja, direkt keresztezték, igen. Tökre nem van az egész. Hát bizarr. És ilyenkor ki a lány és ki a fiú? A körte a fiú és az alma a lány, és akkor szexelnek egyet? Vagy hát attól függ, megnézzük meg a magját. És az számít. Ha a magja körte, akkor fater körte. Nagyon fura. Azért nagyon fura. Ez nem, amikor a tigris meg az oroszlán, tudod. És akkor... Igen. Liger. Liger. És akkor csinálnak belőle ezért a Lionnak, meg a Tigernek egy ilyen ligerit, nem? Igen. Jó reggelt. A szamárnál a jó, mert ugye ott nem engedi a természet. Nem. A szamárnál ott csak nincs, a szamár. Nincs, csak szamár. Az ott lehet, hogy jól csinálta. Vagy ugyanilyen, megengedi a természet. Ugyanilyen például az óriás kígyó és a magyar származású olasz képviselőnek.
Nem? Hát igen. Honnan tudod, hogy abban nem lett semmi? Hát mondjuk. Hát ez az. Szerény hajlékában mit rejteget, nem tudod? Aha. Lehet, hogy vannak ilyen sziszegő háromfejű kis kúszómászó gyerekek, akit mindenkit megharapnak. Oda tettem neked egy kis információt, nem tudom, akarsz-e vele, vagy nem, én nem akarok róla addig, amíg te nem. Rajta. Beszéltem egy hallgatóval. Hogy a viharban-e? Mit beszéltél vele? Hát, egy szerencsétlennel, aki ott áll most. Na, akkor hívjuk fel, mikor. Fölhívhatom? Gyorsan add be adásra, meghallgatjuk, hogy mi van vele. Jó. Egy vonaton áldogál valaki fél órája, eltűnt a kaller, és a vonat áll. Oh. Így egy Kusturica film, gyerekek, a MÁV olyan komolyan mondom. Mindenki keresi a vonaton a kaller nincs meg, és ott állnak 30 perc a megállóban. De lehet, már indultak, gyorsan följük, még van annyi időnk. Jó? Gabi írt nekünk. Fóti vasútállomáson áll, kimaradt a 65-ös vonat, mert nincs kalauz, így nem tudott elindulni. Hát te hogy, igen. Na, miért nem teszik ki a ruháját egy fogassa, aztán valaki belebújik, és gyorsan elindítja a vonatot. Gabi, itt vagy? Hello, jó reggelt! Sziasztok, jó reggelt! Hello. Üdvözlet a hallgatóknak is, és nektek is. Hello, ti még mindig ott? Igen, mi várjuk Serényen a vonatot a Fóti állomáson, igen. Ja, hogy a vonat sincs ott? Hát a vonat sincs, hát a vonat az valahonnan érkezik valahová, ugye, szokás szerint. De hát ez a vonal nem az a vonal, ahol járnak a vonatok normálisan. Hol vagy helyileg? Melyik megálló ez? Én most Fót. Fóton. Fóti a nagy állomás, igen. És a most mondják be, hogy érkezik. Hányra kellett volna ott lennie? Ez a 6 óra 5-ös vonat, ja, és ráadásul a nyugati pályaudvarról érkezik, tehát még nem az, amivel mi el fogunk tudni menni Budapest irányába. Tehát még ja, hogy a ez még vonat. Ez a másik oldalról jelentkezik, jó. Aha. Így van, igen. Mi egyébként a 6 óra 5-ös vonatot vártuk volna, amire közölték, hogy 25 percet fog késni, majd mondtuk, hogy jó, hát még a késés oké, belefér. Aztán bementem megkérdezni, hogy meséljék már el, hogy miért nem jön ez a vonat? És közölte a forgalmista, hogy hát nem tudtak kalauzt tenni a vonatra, tehát kalauz hiány miatt konkrétan nem tudtak elindítani a vonatot. Ezt egyszerűen nem hiszem. Hiány szakma lett? Ezt hát ezek szerint igen, pedig azért van ebben az országban elég sok munkanélküli ember. Tehát felhívjuk 7 óra után a MÁV-ot, beszélünk velük. Figyelj, és hányra kell bent lenned egyébként? Nekem 7:30-ra kellene bent lennem, és nem fogok bent lenni. Nem, úgy, hogy a 6 óra 5-ös vonattal te már elindulsz a biztonság kedvéért, nem? Szeretnék, igen. Vagy szeretnék, szeretnél? Minden reggel szeretnék. Szeretnék volna. Figyelj, egy hónap átlag hányszor van ott pontosan a vonat? Hát azt az egy kezemben nem tudom megszámolni. Azt a mindenit. És bent hogy tolerálják ezt a munkahelyeden? Hát én szerencsés helyzetben vagyok, mert nekem hál' Istennek még tolerálják, de van akinek nem, ugye? Tehát igen. Akinek nem olyan a munkahelye, az sajnos emiatt hátrányban van erősen, illetve hát veszélyezteti is a munkahelyét, úgyhogy nem tudom, hogy a MÁV-nál ezt hogy gondolják. Hát nem tudom. Van olyan, hogy néha pontosan jön egyébként? Nagyon ritkán. Tehát általában késés mindig igen. van. Aha. Igen, igen, és még valamit szeretnék elmesélni, ez egy múlt heti történet, konkrétan 16 óra 33-as vonat a nyugati pályaudvarról közölték, hogy műszaki okok miatt nem fog elindulni. 4:45-kor érkeztem a nyugati pályaudvarra, a második vágányon benne áll egy üres szerelvény, ami ki van írva 17 óra 00-as indulásra. Jelzem, 4:45-kor érkeztem az állomásra. És ennek a vonatnak 33-kor kellett volna elindulni, és már 20-kor a hangos bemondó jelezte, hogy a 16:30-os vonat, tehát ami 33-kor indul, az nem fog elindulni. Hát betipegtem az ügyeletre, és megmertem kérdezni tőlük, hogy meséljék már el, hogy most a műszaki hiba miatt mitől nem tudják elindítani mondjuk az 5 órára kiírt másodikon álló üres szerelvényt. Majd közölték, hogy mert az irányítás így gondolja. Aha. És hát mondtam, hogy oké, akkor ezt azzal a 300 emberrel is kellene közölni, hogy az irányítás így, hát tudod, ez a tárogató üzemmód, amikor bemész, és így széttárják a kezüket. Igen. Tehát ez megy. Azt ez megy, mindenit. Ezt nagyon megtanulták. Ennyit tudnak, és semmi mást. Tehát az, hogy a pénzünkért, tehát a szolgáltatásért, amiért mi emberek kökeményen, ha mondta, a súlyos x 10.000 forintokat fizetünk, tehát felháborító. Hát lassan már tényleg azért kérnek elnézést, ha pontosan jön a vonat, mert akkor kizökkentenek benneteket a komfortzónát. Igen, lassan igen, igen. Én már tényleg meglepődöm, ha egyszer időben érkezik ez a vonat, vagy bármelyik vonat, vagy egyáltalán időben el tud indulni.
Szóval... Jaj, Gabi, figyelj, hát dobj egy SMS, hogy mikor jött meg a vonat, jó? Ha egyáltalán megjön, mert 7 óra után, akkor ráfírtatunk megint, ha esetleg valami... Most már piros a jelző, tehát valami történni fog, tehát a fél hetes idejében sikerül elindulni, úgy érzem a vonatnak. Igen, már látom a vonat elejét, tehát most érkezik meg az a vonat. Na jó, akkor nem zárlatos alán. Aha, na jó, akkor nem kell hívnunk a Gábot, akkor nem hívjuk őket, mert akkor megjött a vonat. De hát ez döbbenet. Igen, de ezt úgy higgyétek el, hogy ezt egy héten minimum 4-szer. Tehát az 5 munkanapból 4-szer eljátszák. Tehát felborító. És egyébként arra hivatkoznak, hogy a Váci állomást természetesen még mindig felújítás alatt van, és hát ezért vannak a késések. De nem hiszem, hogy ezt nem lehetne valahogy orvosolni. Tehát... Elképesztő. Gabi, jó utat neked, mennyi gyorsan, le ne maradj, mert utána csak holnap után jön a következő. Jó? Ja, és a másik, tömve van a vonat. Tehát ezt most nem akarom nektek elmondani, hogy nem tudom, hova fogok felszállni ismételten. Atyaisten. Mint a heringek. És innen még egy óra, míg benn vagy. Igen. Igen. Nem egy komoly távolság. És most éppen az utolsó lépcsőre fogok felférni. Hát mint Indiában, tudod, a tetőn, a lépcsőn, az ütközőn. Szépen. Igen. Hát igen. Kitartás, Gabi, köszi, hogy elmondtad. Okay. Ciao, hello. Szegények, Jézusom, hát ez annyira méltatlan, de tényleg mindenkivel, aki mával jár. Tehát ezt nem hiszem el, hogy ezt nem lehet rendbe tenni. Vagy legalábbis csökkenteni a késéseket. Szóval ez döbbenet. Úgyhogy emellett azért komoly pénzeket fizetsz ki, tényleg. Tehát nem egy ingyenes szolgáltatás. Itt nem viccelőkről van szó. Nem ám. Itt nem is nem lehet. Ám. És ez milyen magyarázat, hogy nem tudok felrakni a vonatra kalauzt, és ezért nem indították el. Hát nem jön, hát most neki is lehet rossz napja. Hát fölkelt, azt mondta, hogy az eső visszabújt. Megöleltek, és feleségét csátét rántottát, azt mondta, most nem. Ma nem. Uh-huh. Dögöljetek meg, ma nem. Rohintett kettőt, az egyik sárgás volt, azt otthon ma nem. Azt mondta, ma nem. Istenem. Jézusom. Szomorú ez a magyar valóság. Egyébként 7:30 pontosan, 3 perccel. Jó, mi játszunk, mert hogy ez a feladatunk, lehet jelentkezni masszívan arcoskodva a játékra, egészen nyugodtan SMS-ben, mi pedig jövünk a hírek után. A Klassz FM-en. A Klassz FM-en. 3:47 múlt pontosan, 4 perccel. Hello mindenkinek, jó reggelt. Drága hallgatók, itt vagyunk, és zárjuk a hetet, vagy hát legalábbis szeretnénk, és úgy zárni a hetet, hogy hát megnyerjük már, ami a játékot illeti. 2-2, úgyhogy eléggé kiélezett a harc. Megnézzük, hogy ki a mai játékosunk. Az lesz az. Morning Show. A Klassz FM-en. Ez se az, hát örülj vele. Mindegy, kapcsoljuk a játékost. Halló, jó reggel. De jó. Halló. Jó reggel. Szia. Hello, Judit. Nagyon vicces. Na. Egy poénból bekerült. Először hiszem. Na, mi történt? Hát most éppen dolgozom. Igen. És tök ideg vagyok. Igen. De viszont én poénból beküldtem, hogy játszani szeretnék ez az első játékom. És tiszta ideg vagyok. És azonnal lecsapott rád Anna, aki kiválasztott téged jó érzékkel akkor. Igen, nagyon. Hát ez az kiszámíthatatlan, hogy az ember mikor kerül sorra, tehát van, amikor ugye hónapokig próbálkozik, aztán van, amikor meg beküld egy ilyen szinte félrement SMS-t, és azonnal visszahívják, ezt nem lehet kiszámítani. Nem félrement volt ez konkrétan, csak hát mondom, próbáljuk meg. Uh-huh. Péntek van, szép nap, azért már esik, de nem baj. Nagyon helyes. Judit, honnan jutsz minket? Szentendréről. Aha, mit csinálsz? Hát én egy dohányboltban dolgozom. Hoppá, egy ilyen kis klassz kis nemzeti dohányboltban? Hát igen, egy nagyon klasszba. Hülye kérdés, uh-huh. Most már sehol nem dolgoz, hát, máshol csak ilyenbe. Persze. Még mindig le vannak sötétítve az üvegek? Hát figyelj, nálunk ez egy érdekes történet, mert nekünk különlegesen van megoldva, tehát én kilátok, de nem lehet látni, szóval nálunk nagyon jó. Na majd, van sötétítve. Na majd most a beszélgetés után már megy is a szakhatóság, és végigjárja a szentendrei dohányboltokat, és mindenhonnan benéz, kinéz, hogy lássa, hogy ez melyik volt. Raboltak már ki? Hát nem. Hál' Istennek. Kopogjuk le. Jól van. Azon kevés dohányboltok közé tartozol, amit nem rabolnak ki. Bár mostanában, mintha talán kicsit kevesebb lenne. Lecsengett ez a dolog. Lecsengett, igen. Igen. Érdekes. Oké, kivel szeretné játszani, Judit? Hát Balázs veled szeretnék. De jó, hogy neked ilyen jó kedve van. De mindig ilyen jó kedvű vagy egyébként? Én mindig. Engem nagyon szeretnek a vendégek, mert én mindig mosolygok, kedves vagyok, és sokan járnak hozzám. Az a jó, hát akkor a tulajdonos is örül. Jól van. Hát nagyon, azért választott engem. Jól van. Nyúlod a készletet? Balázs, most... Nem? Tessék? Nyúlod a készletet, nem? Próbálsz kicsit? Dehogy is, nem. Semmi? Nem? Semmi? Nem? Gondolom, be vagy kamerázva, ugye?
Hát persze, mindenhol van. Igen, meg hát ugye leltározni kell, standolni minden. Hát nem. mindig, igen. Jó van, Jani, indítasz egy órán? Nem. Várjál, Balázs, kérdésem lehet? Majd játék közben. Most, de várjál, most fekete-fehérezünk, ugye? Mi mire gondoltam, mit csináljunk? Nehogy kimondjam a tiltott szót. De hihetetlenül vág az agyat, hogy jelentkeztél a játékba, és tudod a szabályokat így 4 év után. Juli, megdöbbentesz, komolyan mondom. Ez elképesztő, ez a fajta, fajta felkészültség, hogy tudod, hogy miről szól a játék. Ez mindig meglep, ha egy hallgató ennyire felkészült. Jani? Na, ja, de jó lesz. Kedem, de várj. Hogy nyitom is az órát. 3, 2, 1, fire! Na, Judit. Itt vagy, nem? Itt vagyok. Hallgatlak. Itt vagy? Biztos itt vagy? Egészen biztosan. Hol vagy? Itt? Szentendrén a dohányboltban. Szentendrén. Szentendrén szép hely egyébként. Valóban, a festők városa. Balázs, a Kanzenban jártál már? A Szentendrén is Kanzenban? Pontosan arra gondoltam. Voltam néhányszor, mikor gyerek voltam. És a Benit nem... Kérem? Hogy tetszett mondani? Benit elvitted már egyszer? Óra áll. Órát megállítottuk. Szakhatóság, sólyomszem, zsűri. Aha. Mi volt? Figyelj, pont annyira mondta ki, mint te az elején. Úgyhogy mehet tovább. Óra indul. 0-0. Mit kérdeztél? Szóval, hogy a Benit elvitted már a Skanzenba? Hova? A Skanzenba, a Szentendrei Skanzenba. Elvittem, képzeld. És hogy tetszett neki? Nagyon tetszett neki, nagyon szerette, őrületesen szerette. 10 perc után kijöttünk. És a vonatra nem ültette. Ó! Ajajajaj. Most mi van? Ez már viszont időn túl nem, volt. Nem volt időn túl, mert én mértem egészen pontosan, amikor azt mondtuk, hogy megállítjuk az urat, én megállítottam. Ez egy pszichodelikus játék. Ez nem olyan, mint egy bieldönt, amit elcsalhatnak, mert megy tovább az óra, vagy ilyesmi. Nem, én mértem az órát. Oké, de most időt. Mondott még egy nemet, de ez már időn túl volt? Nem, az még időn belül volt, mert 55-nél jártunk körülbelül. De én is kimondtam az elején. De azt tudod, mit mondtál az elején? Azt mondtam, hogy itt vagy. Igen. Megálltam. Jó, figyelj, mert utána hónapokig ezt fogom hallgatni, hogy kimondtam és elcsaltam, és most ahhoz nekem nincs kedvem, de most van elég bajom. De tök élvezetel olvasom az ilyen SMS-eket, amikben elküldenek téged a pinyi. Most ne csinálj! Jó! Jó, megadjuk, mert véleményes... Jó, de jó, köszönöm! Igen. Nagyon szívesen. Ja, én nagyon boldog vagyok, remeg a lábam, nem bírok már állni. Hányszor mondta ezt nekem nő régen, te jó Isten. Igen, és hányszor mondja mostanában Balázs a végét, nem tudok már állni. Nem tudok már állni, le kell ülnem. És azt hiszem kicsit bepisültem. Jaj, nem is pisi. Ja, Judit, jó van, megadjuk tényleg, volt egy kis nemem nekem az elején. Jó? Jaj, pedig úgy készültem, jaj, köszönöm. Hát, én el se hiszem. Látod? Most fölött vagyok 2 méterrel, már kiszálltam a boltból. Igen, de mire hajtottál ennyire, hogy beszélj velünk, vagy az ajándékcsomagra, vagy mindkettő? Hát nem, hát én minden reggel hallgatlak titeket, itt feldobjátok a napomat, és hát igazából arra, hogy játszok egyet, de az ajándékcsomagnak kifejezetten örültem volna. Úgyhogy én most nem tudom, hát mindenre hajtottam a játékra is, meg hogy veletek beszéljek. Aha, figyelj, akkor hogy a Balázsra játszok egyet. A mai napon mindenkinek egy karton Marbi ingyen, tehát akkor hallod? Hát, jó, akkor a Szentendrei dohányboltba várok mindenkit. Igen. Jó, és azzal szórjuk ki ezt a kis sodorható dohányt is, jó, ami ott van. Mindenképpen. Figyelj, ha esetleg valamikor rossz kedünk, valamikor tudom én, indul egy hét, kicsit fáradtak vagyok, kicsit fásultak, akkor átcsöröketünk? Hát persze, hát hogy ne, én feldobok mindenkit. Annyi energiai van benned. Mindenkinek jó kedvet csinálok. Komolyan mondom, tényleg. Jól van. Jó. Gratulálunk, ügyes vagy egyébként, tényleg. Nagyon szépen, köszönöm. Mondtál te is, hogy nemet, de félig, de én már előtte egy kicsit bedurantottam, úgyhogy megadható ez neked. Jó, ügyi vagy, gratulálunk. Nagyon szépen, köszönöm. Sziasztok, szép napot. Hello, Judi, ciao, szia. Hello. Így akkor. Így igazságos. Ugye? Így igazságos. Érted? Így tisztán szállok majd föl a gépre, tiszta lelkiismerettel. Tiszta lappal áll majd meg. Az úr trónja elé. Nem sokára, jobb ez így. 4 perc, pontosan 7 óra jönnek újra a legfrissebb hírek, mi pedig jövünk a hírek után. Ez
Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Sebestyén Balázssal, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival. Itt a Klassz FM-en. 7 óra múlt pontosan 10 perccel. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hello Jani! Egészségedre, nyár csak lenyugodtan. Szia, Bali! Várjál, ráütöttél a pultra, így van. Itt vagyunk, és indítjuk a reggelt, ami kicsit döcögös, kicsit esős, kicsit olyan őszi, de nézzünk előre a jövőbe úgy, hogy az jobb lesz. Abból a szempontból, hogy jön a meleg, jön az indián nyár, száraz és meleg, ahogy megfejtettük, ugye, a vénasszonyok nyara. Az idős nénik nyara. Az idős nénik nyara, így van. Úgyhogy holnap már jó idő lesz, ma pedig valahogy megpróbáljuk ezt a reggelt beröffenteni, egy kicsit mindenkinek jobban menjen, de utálom ezt a szót, hogy beröffenteni. Miért használ az ember olyan akkor szavakat, amiket utál? Igen, kimondod, és akkor jössz rá, hogy utálod. Miért nem előtte jut eszedbe? A röffasz szerintem azért az így. Ez a röffentsük be a reggelt, hát ennél modorosabbat nem tudok, csak annyit, hogy gyere vezérem, ígyunk egy sörítalt. Na, jó, de valahogy pótolod kell, Feri. Ez is igaz. Modor kapitány. Modor már. Na, modor. De ne is bántsuk Ferit, mert ő egyébként is beteg. Dehogy bántjuk, hát jobbulást kívánunk neki. Így van. Nálunk tegnap... amúgy is egyébként ez hagyomány szokott lenni, hogy általában azt marjuk meg a képen nincs. Persze, most ha én hiányoznék, én valószínűleg már az urológián lennék, vagy egy vastagbél műtétre várnék, vagy egy végbél tükrözésre ülnék valahol a bőr és nemi beteg gondozó előtt, így mert van, rossz téged, ülök. Téged meg kikotortak volna egy fagylatmérő kanállal. Így van, tehát, hogy mindannyian kapunk, ha nem vagyunk itt. Ferivel tegnap SMS-eztem, beteg igazoltam, van távol, jobbulást kívánunk neki, tényleg mondtam, hogy ne jöjjön be, ne fertőzön, birkozom meg egyedül a maláriával, amit elkapott, úgyhogy ő majd csak jövő héten lesz, de inkább most legyen beteg, mint odakint. Te azt mondtad neki, hogy természetesen ettől függetlenül a hétfőn be kell majd hozni azt a reggelit, amit megígért csütörtökre. Ígért csütörtökre reggelit? Ígért csütörtökre ígért reggelit, mondta, hogy mindenféle kencék meg sajtok fognak jönni. Komolyan? És én azért bízom benne, hogy ettől függetlenül állja a szavát. Komoly csalódás ez nekem, hogy nem küldte be egy taxival. Nem is értem, már ő se rég. Ezt még 3 éve megtette volna, hogy nem jön, de egy taxival megérkezik a reggeli. Gyerekek. Na nézzük akkor a közlekedési híreket, de előtte egy fontos dolog, a véradás, ugye? Így van. A kamion már itt áll egyébként az Ülői 502-ben, behaladt ide, csak mondom egyébként, hogy a kamion sofőrje Gábor a legjobb a szakmában. És nem csak azért mondom, mert a sógorom. Na, tényleg? Sógora? Igen. Komolyan? Aha, na. Komolyan hihetetlen, minden vannak rokonai. Hallod, videóval ott vagyunk, Millőrincje. Szóval a lényeg, hogy itt van a véradó kamion már, most már csak tényleg a véradók hiányoznak, 7 órától már lehet jönni, nagyon szépen megköszönjük mindenkinek. Ebben az évben nem lesz már több véradás a Klassz FM területén, ezért is szeretnénk nagyon szépen lezárni ezt a dolgot, meg egyébként is. Igen. Nagyon sok vére van szüksége, sajnos az országnak, ti is kerületek olyan helyzetben, amikor nektek is szükségetek lesz, ezt tényleg ne adja azért, de akár ez is megtörténhet, hozzatok magatokkal személyigazolványt, lakcímkártyát, igyatok előtte sok folyadékot. És hozzatok vért. Így van. És a véreteket ne hagyjátok otthon. Azt semmiképpen ne hagyjátok otthon. Kaptok majd mindenféle ilyen kis Klassz FM-essel, meg vöröskeresztes csecsebecséket, és mi is ki fogunk majd haladni. Egyébként csak mondom, hogy Kassa Tibi is ígérte, hogy jönni fog. Hoppá. De ez ne riasszon el senkit a véradást. Igen, ettől függetlenül nem maradjatok otthon. Bocsássátok ezt meg nekünk, ahogy... Kicsúszott, elnézést. Igen, ahogy levették a vért, megmondjuk neki, hogy... távozol. Igen, Tibi is volt olyan drága, és eljön. Egyébként csak mondom, hogy rengeteg celebet, hírességet felhívtunk tegnap. Igen, és hogy, természetesen. És természetesen senki nem jött el. Szeretük volna őket is kicsit meginvitálni erre a véradásra, hogy jöjjenek, legyenek már itt, be tudjuk mondani a nevüket, hát a többen igazából kicsit belendülnek, és kedvet kapnak, senki nem vállalta. Igen, Tibi kívül mindenki lemondta, dolga van, forgat, ez van, nincs kellő fölkelni, menjek az anyámba, utálom a Balást. Minden volt. Ilyen minden dolgom, volt. Viszem a gyereket, ha óvodában nincs is gyereked, de a szomszéd. Igen, de a szomszéd lakott, egyedül laksz, egy család. Ez mindenki talált magának valami elfogadtságot, hirtelen nem baj. Erre szoktam mondani azt, hogy fogtok ti még szívességet kérni tőlünk is, és akkor mi sem leszünk aznap. Nem leszünk szolgálatban. Na jól van, nézzük a közlekedési híreket. Azt mondja, hogy M3-as Miskolcig tiszta fennakadás mentes, eső nincs, KPM, NAV és rendőrmentes, 16 fok van. Szép napot küldte nekünk Gendi. Köszönjük szépen. Közlekedés a centrum felé az Oszcsepenkónál, az Ön Fok úton egy fekete Fordból KYF 572 mérik a sebességet. Kata, hát ez nagyon pontos. Kata nagyon rendes, komolyan mondom. A legnagyobb. Rendszámmal, színnel, helyel, gyönyörű. Nemesnád udvaron mérnek az 54-es úton, gangsta küldte nekünk, a 112-es kilométernél van egy trafi az M3-ason Budapest felé, szemből a leállósából, 24 órás futár Pisti üzente ezt nekünk, köszönjük szépen. Az M3-asról az M31-esre a felhajtónál kamion a leállósában füstöl nem kicsit, ezt Csanyika küldte nekünk. Balázs, mit láttam tegnap Csepel felé? A Védgát utcán áll egy 10 emeletes előtt Vézolika turnébusza áll. Hoppácska! Vézolika.
Figyelj, Szolikának szerintem dübörög azóta, hogy egy picit felhúztuk. Nem azóta, csak azóta. Nem azóta dübörög, nem, hogy azóta jobban dübörög, azóta dübörög egyáltalán. Igen. Hát te nem kozmetika, azt meg a valóságot. Tudod, én egy őszinte pari vagyok. Én ezt tényleg így gondolom, addig elmentek 300-an a koncertjére, most elmennek 350-en. Tehát, hogy sőt, hát akkor sokat mondok. De ez Olikának valóban nagyon dübörög. De hát figyelj, nem mondd, hogy te nem jönnél lázba, ha meghallanád ezt. Szóval, hogy egyszerűen... Istenem, eszembe jut az idei nyár, az a három nap. Ami most kedre esett, igen. Hogy ő ott volt Füreden, és a szakadó esőben, a hidegben, a kitelepülésen fogta a mikrofon, felállt a színpadra, és elénekelt. És megpróbált eltalálni a szöveget. Nem mondd, hogy nem ez volt a nyár slágere. Kedemben a lángosom, lemerül végre a telefonom, kizárom most minden gondom bajom. Hát nem, hát még mindig jó, nem? Igen. Csak téged imádnak én. Figyelj, Balaton! Balaton, Pezsőn a bűz. Hihetetlen. Kedvenc részem? Ja nem, nem ez, nem ez. Most jön, ezt szeretem. Delfines csúszdás. Nem mond, hogy ez nem jó. Fia, ez... Van valaki ebben az országban, aki latinabb Zolikának? Senki. Ki a tököm az a Santana? De tényleg, most komolyan. Ki az az Aldi Meola? Nem? Hagyjál már! Egy senki. Igen, egyébként Zoli ott lakik, ezt elmondta nekünk is, hogy ő csepeli, ő is és a parukája is, és onnan indul Zolik a turnébusza. De most annyira bejött neki egyébként ez az egész történet, hogy kiköltözik hozzátok. A szemben lévőt elket vette meg. Igen. Azt hiszem egyébként még egy celeb vagyok, Mencskine meghallgatásra is behívták. Igen. A kollégák, hogy talán megpróbálják kivinni. Én de mondtam, érezték, hogy ez egy kicsit már azért lehet, hogy sok. Én mondtam, hogy nem biztos, hogy ez a dolog össze fog jönni. Fél óra után hívott a casting direktor, hogy igazam volt. Igen. Zolika nincs abban az állapotban. Semmi túlzás nem volt abban, amit mondtál. Igen. Ha már celeb vagyok, itt kapjuk a gratuláló SMS-eket, csak nem szoktuk magunkat nagyon fényezni. Igen, nyilván, de a műsor még előttünk van, de azért köszönjük szépen. Igen, a műsor még előttünk van, egyrészt köszi. Nem, hogy már nagyon sokan látjátok a promóját, ezt a repülős lezuhanóst, és mindenki imádja, és rengeteg internetes portál is átvette a kreatívtól kezdve tényleg rengetegen. Egyrészt köszönjük, hát ez nem minket dicsér, hanem azt a fajta stábot, azt a stábot, akik ezt csinálták, mert ők voltak nagyon ügyesek. Mert egy mászli, hát minket is. Minket is hoztuk, amit szoktunk. Így van, kellően debil az egész. Igen, kellően debil az egész. Ha valaki nem látta volna, a Facebook oldalunkon, ha följön, lájkol minket, vagy megtalál minket, akkor ott van egyébként, és meg tudjátok nézni. Repülőt vezetünk, Jani valami egy idő után, hogyha csak lezuhan, nyilván miattunk. Így van. Így van. Vidám. És egy nagyon, nagyon látványos kis klipről van szó, és nem csak azért, mert szerepel benne Aleska Diamond is. Benne van? Benne, hogy a viharban. Mit csinál? Tudom, hogy a beasszony gyógyszert szed be, a bárdost. Hát ő semmi olyat nem csinál, amiről megismerhetnéd. Ja, vagy ahogy eddig ismerted, mert hogy igen. Fura ruhában sose ismerem meg. Igen. Anna, telefonált Gabi? Beért? Nem ért be? Tudunk valamit? Figyelj, Trécsel, megőrülök. Megőrül. De lehet, hogy Gabival beszél. Be, nem, mobilján, Trécsel. Lisztet vesz, alkudozik. Lisztet vesz, telefonál. Nyilván, mit csinál? Házhoz szállít magának hétvégére mindenféle. Gabi, telefonál? Nem kell a Gabi. Ne hívjuk föl, csak hogy beért, ott van, ül a vonaton? Ja, hogy most hívja a Gabit, jól van. Meghívjuk fel a Kalózt is, hogy beérte. Aki miatt nem indítottak el egy egész szerelvény. Egyébként tényleg. Na. Mi van? Egyes vagy kettes? Tessék? Egyes vagy kettes? Na, gondolkozom, hogy melyik témával indítsa, mind a kettő jó. Várja, a fejemben pörgetem. Egyes, kettes. A pizzarendelős, most jó. Majd ilyen nap vagy lehet válaszolni. Pizzarendelős, bosszúállós, járjunk utána, hogy bosszúállós. A szakácsok, pizzarendelők, pizzafutárok, szakácsok hogy állnak bosszút az illetlen vendégen? Bosszúállós, annál is inkább, mert én ma menni fogok egy étterembe, tartunk egy kis búcsú vacsorát a barátaimmal, és kíváncsi vagyok, hogy... Meg kit búcsúzhatnak téged? Aha, engem, igen. Elbúcsúzok tőlük. Utoljára ebben az évben fizetek nekik egy vacsorát. Gondoltad, hogy mennyire lesz drága a hely. De hova mentek? Gogó Hami? Vagy hova? Egy újpesti hamburgerező? Vagy mi lesz, ha te fizetsz, mi lesz? Egy sarki gíroszos? Vagy hova mentek? Nem, találtam még egy utasellátós automatát, ami működik. Azért, mindenki ért egy sportszeletet. Két csomag lógrádiók. Egy kókuszos rudat. Igen. Na, gyerekek, csak mielőtt belevágnánk a témába, azt mondja, hogy a vonat beért. Beért a vonat. Hey! Hey! Hát beért a vonat.
Kérem szépen. Ott van, Gabi már a Szélkálmán téren van. Ugye, ha valaki nem hallotta volna, 6 óra 30 perckor beszéltünk vele, hogy nincs sehol a 6 óra 5-ös fóti vonat. Fogalma nincs, mi történt. Állítólag azért nem indult el az állomásról, mert a Kaller eltűnt. Eltűnt a Kaller. Igen. Felcívódott. Nem tudtak, nem tudtak a szerelvényre föltenni egy kalauzt, mert hogy éppen nem volt. Igen, nem vette fel a munkát reggel, de Gabi beért, ott van, úgyhogy vagy egy pótkallerral, vagy kaller nélkül, de vonat elindult, egy lazabb bruttó fél órás késés után. Hát, ja, na, semmi az. Semmi igazából. Semmi. De jó egyébként, erre szerinted számított a MÁV? Hogy? Hát, hogy beír ma még az a vonat. De ez lehet, hogy őket is meglepte? Én nem tudom, hogy őket egyáltalán bármi meglepie. Már ezek után. Az utasokat sokkal inkább, ha ott van pontosan vonon. Szóval az a lényeg, hogy beért. És erről akartam egy pár mondatot mondani. Viszont láttam most, hogy átadnak Japánban egy vasutat, amit nem hiszel el, csak hogy hol tartunk. Ez egy mágneses lebegtetésű vasút Japánban. Tehát a sín felett egy picivel. Igen. Ez első nyilvános teszt volt. Egy közel 43 km hosszú tesztpályát építettek fel, ez egy kerekpálya, és mágneses erő, ami lebegteti a vasutat, uh-huh. Tehát tulajdonképpen nincs súrlódás. Ugye a mágnes valahogy letolja kicsit a síről, hát most lehet, hogy nem primitíven mondom, egyrészt azért, mert nyilván személyiségem nagy része nyilván teljesen ösztönszerű és primitív, de hogy igen, tehát hogy felnyomja, és ezért nincs súrlódás. És 160 kilométert kell elérnie magának a vonatnak, hogy hol tartanak, de hogy itt meg állsz fél órát a megállóba, és jön a vonat Kaller nélkül. 160 kilométert kell elérnie a vonatnak, az már itt eleve milyen ez sebesség? Megtett távolság vagy sebesség? Nem, 160 km per órát. Aha. Kell elérni a vonatnak, és ahogy eléri a 160 km per órás sebességet, abban a pillanatban aktiválja a vezető nélkül mozdony a mágneses lebegést használó meghajtást. Abban a pillanatban ez aktiválódik, és elindul a mágneses vasút. Ez marha jó, mert nem kopik a sín egyrészt, másrészt meg gondolom ezek a tágulások, meg szűkülések nem játszanak annyira szerepet. Tehát, hogy ami nálunk ugye lenni szokott, hogy általában az van, hogy nyáron, amikor egy kicsit megdagadnak a sínek, úgymond műszóval élve, vagy laikus kifejezéssel élve, akkor kivágnak belőle egy darabot, télen, amikor szűkenek, akkor visszarakják a darabot. Igen. Igen, konkrétan ez történik. 286 kilométeres hosszú lesz majd az a vona, az a sínpálya, amit építenek. 2020-ra adják át ezt az egészet, tehát ez nem működik még, most még teszt van. A 286 kilométeres hosszú utat a tervek szerint 30 perc alatt fogja megtenni ez a mágneses vasút. 30 perc alatt. És lesznek olyan részek, ahol 40 méteres magasságban megy majd a vasút, tehát utak, autópályák felett építik ezt az egészet. És azt mondják, hogy olyanok lesznek az ablakok, mint az utasszállító repülő, hogy annyira vastag, ugye még ilyen két rétegű, és 17 üléssor található majd benne két-két pár üléssel. Fél óra alatt mennyit tesz meg? Fél óra alatt 286 kilométert tesz meg, ugye hát 500-zal megy, körülbelül durván. Ugye pont akkor annyi idő alatt, amennyit késni szokott a fóti személy. 286 kilométert, csak hol tartanak a japánok, gondolj bele. És nem kell becsatolnod a biztonsági övet, 500 km per óra mellett, és ugyanúgy nyugodtan járkálhatsz a vonaton. Tehát itt semmi nem történik. Amúgy is, mire becsatolnád, egyébként a biztonsági övet, de oda is érnél. Hogy ezt mondjuk a japánok most sem nagyon panaszkodhatnak, ugye? Hát van a Shinkansen, hát azért az hogy megy? Így van. Tehát az azt mondja, a Hikari. Igen, az ilyen 280-300 km per órával megy jelen pillanatban. De azt mondták nekik, hogy vagy maguknak, hogy ez kevés, építsünk egy gyorsabbat. Merjünk nagyot álmodni. És lebeg a vonat, érted? Tehát valahogy elnyomja a mágnes, és nulla súrlódással elindulnak. Szóval döbbenet. Döbbenet. Ha mondjuk a teljes japán állami vasutak a JAV. Jó, ez mondjuk igen. Egy év alatt mondjuk 10 másodpercet késik, akkor ott azért lehet ilyeneket csinálgatni. Tehát, hogy de ez egy legenda, vagy ez valójában ez, így van, hogy egyszer 3 másodpercet késett a vonat, és a japán közlekedési miniszter lemondott, kapott egy sejemkötelet, és rituális nem, szeppukut. Nem, az Törökországban van. Mindegy, ott akkor jó, török bevándorló. és rituálisan kapott egy kis kést, és szeppukut követett el. Ez igaz? Tehát, mert ezt mindig hallom, hogy amikor a MÁV-ról beszélünk, akkor 600 hallgató ugye elküldi, hogy a japán közlekedési miniszter 87-ben lemondott, meg 2 másodpercet késett a vonat. Miért a bugyi automatát se hittük el először, aztán kiderült, hogy tényleg van. De hogy igen, csak azt persze. De hogy ott nincsenek falevelek? Ott nincsenek. Ott mi van? Ott olyan kiirtották az összes fát 300 kilométeren, és a japánok megfulladnak majd, mert nincsenek fák, ott nincsenek évszakok? Ott csak, hogy csinálják? Ott csak cseresznyefák vannak, és annak nagyon pici a levele, és egyébként is a menetszél az pedig lefújja a sínekről.
És ha tényleg 2-3 másodpercet késnek a vonatok? Hát ha késnek, de általában nem szoktak. Én elég sok ilyen kis úti beszámolót olvasgattam már Japánról, ilyen-olyan okokból kifolyólag, leginkább azért, mert érdekel az ország, és mindenhol írják, hogy takra pontosan úgy érkezik és úgy indul, ahogy azt te látod a menetrendben. Tehát, hogy nincsen késés. Nincsen késés, nincsen késve indulás, nincsen késve érkezés. Valahogy sikerül nekik ezt a dolgot meglépni. Fura, nem? Igen, abszolút. A Szújó írt. Zoli, ha láttam az SMS-edet, fölhívunk, jól? Csak 3 mondatot mondj már nekünk erről. Zoli, ebben a SMS-edet. Hogy miért nem jön vért adni? De hülye, nem. De jobb vonat az a többször Japánban. Hogy ott is tényleg vannak évszakok. De ezt gondolod, amikor 500-al mész, és jön egy áramszünet, és visszaesel a síre, vagy mi? Hülye japánok, hát erre nem gondolnak. Valaki lekapcsolja a generátort, és áramsz 500-al visszaesel a síre. Hát milyen hülyék? Hát nem jobb inkább lassan menni? Nyugodtan és kényelmesen. Így van. Hova száguldozunk? Hova rohanunk? Olyan tömött vonaton, hogy gyakorlatilag ellesni se tudsz. Igen. Na, itt vagy? Itt vagyok. Zoli, a Zoli! Nem szoktam beolvasni, amiket írtál teljesen tudatosan, de most úgy gondoltam, hogy megszólaltathatunk ebben a témában. Konnichiwa. Igen. Szerpoko. Hattori Hanzo. Na, azt írtad SMS-ben, hogy vonatosztál többször Japánban, hogy elképesztő. Igen, ugye a japán nagydíj miatt azért többször megjártam ezt a szenzációs és fantasztikus országot, és amikor először megérkeztünk valamelyik nagy állomásra, akkor egész, azt hiszem Kiotóban, igen, mi Kiotóban laktunk, és 3 átszállás jártunk mindig a Suzukai pályára, ami egy nagyjából 1,5-2 óra vonatút, és amikor először elmondták azt, hogy 12 óra 47 perc 37 másodperckor indul a vonat, amire föl kell szállni, akkor egymásra mentünk az operatőre, és nem tudtuk értelmezni. Mondtuk, hogy biztos, hogy ez a 37 másodpercnek azért biztos, mert 43 másodperckor, mondom, másodpercről beszélünk, mert egy másik állomás indul ugyanarról a vágányról a vonat. A következőképpen nézett ki az átszállás, megérkeztünk a 43-as, 43. vágányra, kinyílt a vonat ajtaja, a 44-en 2 lépésre a mi vonatunktól volt a másik, amire át kellett szállnunk, átsétáltunk, mögöttünk becsukódott az ajtó, és elindultunk a következő állomásra, a következő vonattal. Magyar aggyal nem tudod értelmezni azt, ami ott van. Egyébként tényleg felfoghatatlan, tehát így hallgatom és mosolygok, tehát hogy ez döbbenet. Abszolút. És mondom, fölhívták arra a figyelmünket, hogy legyünk pontosak, mert hogyha 5 másodperccel később megyünk, itt és másik vágányra szállunk, a másik oldalra megyünk, egyébként nem is tudsz kiszállni a másik oldalon. Tehát úgy van minden megtervezve, hogy el sem tudsz tévedni, mondom még egyszer, közben 60 vágányon zajlik az élet, és folyamatosan váltják egymást a vonatok. Mondom, tehát magyar aggyal, nem európai, vagy főleg magyarral, amikor tényleg a Munténia nemzetközi gyorsutazás, sokszor használtam annak idén. Békés Csaba Budapest viszonylatban, és tehát a 30 perc az olyan, hogy arra föl se érezted semmit. Föl se vonod a szemöldököd, és olvasod tovább a könyvedet, és érdekel. Elképesztő, ami ott van. És akkor kinyílt az egyik oldal az ajtó, leszálltál a másik oldalon, nyílt, átszálltál a vonatra, és mentél tovább. És mentél tovább, és mondom, tehát nulla várakozás. Úgy képzeljétek el, hogy beültük, aztán ugye ülsz a vonaton, és a Shinkansen-en látod, hogy ki van írva egy ilyen digitális kijelzőn, hogy most 307 km/h száguld, az suhansz. Egyébként az érdekessége, volt szerencsém Shinkansen-en is utazni, hogy nagyon keveset látsz magából a tájból, mert ugye le vannak sűjesztve ezek a vágányok, és viszonylag mélyen mennek, tehát a földszintje alatt 1-2 méterrel, viszonylag kevésszer látsz ki, hogy elsuhan a táj, meg hát 300-as tempónál azért sok mindent a cseresznyefákban nem is nagyon látná. Igen. És megérkezik a kalauz, akkor kinyílik az ajtó ugye a kocsinak a végén, mond egy ilyen, hát legalább 1,5-2 perces monológot Japánból, bemutatkozik, elmondja, hogy ő kicsoda, mióta van ezen a pályán, és mennyire elhivatott, hogy ő most a jegyünket megvizsgálhatja, és köszöni szépen, hogy megtiszteljük azzal, hogy odaadjuk a jegyünket neki. Meghajol, és akkor ilyen szép szemben végigmegy a soron. Ti ültetek ott a kis fasírozott a zsömlétekkel, nem? Nem értettük. Hol vagytok? Azt hittük, hogy úgy, bele is mélyedtünk a manga pornóba, amit nyilván először, amikor megérkeztünk, az ott az első, hogy megvegyünk. Igen, azt gondoltátok, hogy valószínűleg meghaltatok, és hát itt nincs másunk, ami segít, mint egy kis manga pornó, hogy valaki húzzon ki a nirvánából. Igen. Döbbenetesek egyébként, tényleg. Döbbenetes. Tényleg, európai, meg magyar fejjel egy csomó minden felfoghatatlan. Nem gondolom egyébként, hogy minden jó, tehát sok szempontból egy aberrált népnek gondolom, amikor megbántanám őket, de hogy szenzációs, ami
ott zajlik a technikai vívmányok területén, meg egyébként az tagadható. Igen, és tényleg, ahogy mondják, valójában 90 fokban tényleg meghajlik. Tehát olyan igen, alázattal, igen, hogy keresed a 10 forintost, amit lehetett, vagy besegítenél neki felvenni, hogy elvesztettél valamit. Igen, és tényleg elhiszed, hogy neki ez egy megtiszteltetés, hogy veletek utazhat, illetve hogy veletek dolgozhat, illetve hogyha észrevette volna, hogy milyen képregényt lapozgatsz, nyilván ő is elmondta volna, hogy ki a kedvenc hentai figurája, és hogy ő is mennyire szereti az őzike szemű 110-es mellbőségű iskolaruhás lányokat. Igen, csak a polipnak a jelenlétét nem értettük az első oldalon, de aztán a 24. oldalon már más szörnyű dolgokat tud csinálni. Sokkal csapongóbb a fantáziájuk, mint amilyen. Ez pontosan így van. Egyébként még egy sztori, aztán befejezem. Tehát az a szó, hogy nem, az számokra nem létezik. Tehát amikor megkérdezett, hogy do you speak English, akkor ő azt mondja, hogy yes, mert így nevelték, hogy nem mondhat nemet. És akkor elkezdett neki nagy lendülettel magyarázni, akkor melyik vágányra kell menned, meg hova menni, melyik állomásra. Néz rád, bólogat, és rájössz, hogy egy mukkot nem ért abból, amit mondasz, hogy nagy nehezen kézzel, lábbal elmutogatod, hogy mit akarsz, és figyelj ide, egy konkrétan megtörtént, mondjuk a kiotói nagyállomáson, megfogta a srác a kezünket, és elvitt minket ahhoz a vágányhoz, ahova nekünk mennünk kellett, vagy amihez nekünk mennünk kellett. És nem fogta, gyere ide, és megmutatod, hogy ez a vonatod. És ő szerintem közben nyilván lekést a vonat, tehát persze oké, 3 perc múlva a következő. Igen, tehát nem akkora dráma, igen. De hogy konkrétan valami. Suzukában volt egy eset, nem tudtunk készpénzhez jutni, és valamiért kb. 3 bankautomatát próbáltunk, és nem tudtunk belőle pénzt felvenni, és ugye ki kezdve fizetni a szállodát. És az lett a bolyongásnak a vége, hogy egy apuka meg a kislánya, legalábbis én ezt a viszonyt feltételeztem köztük, mindegy, egy idősebb, meg egy fiatal. Jaj, de naív vagy. Igen, beültetett a nem tudom milyen kis autójukba, tudod, alig fértünk el benne 4-en, de beültettek, és elvittek minket 30 km odébb egy olyan automatához, ami adott ki pénzt, és aztán visszavittek minket a szállodába. Atya Isten, igen. Hát ez számunkra teljesen felfoghatatlan. Itt valaki beültet az autójába, már hívod a 112-t, hogy erre voltak közben. Nagyjából igen. Igen. Hát Zoli, köszönjük, hogy csörögtél, ezt így hallgatni is élmény. Csak azon gondolkozom, hogy közben azon hallgatóinak, akik jelen pillanatban is egy fél órás késésre állnak most valamilyen megállóban, nézik a lehulló faleveleket és az üres sineket, és hallgatják a fejükkel a sint, hogy zakatol-e már a vonat, azért ez valójában mennyire frusztráló lehet, nem? Szegényeknek, igen. De egyébként mondom még egyszer, nyugodjanak meg, hogyha ott lennének most Japánban, akkor az lenne frusztráló, csak más okokból. persze, igen, az emberi természet ilyen, sehol se jó igazán. Zoli, köszi, hogy csörögtél. Nincs olyan, hogy a restibe beugrasz egy fasírtos, nem fér bele. Nem fér bele. Jó, igen. Nagyon szépen köszönöm. Mi köszönjük, Zoli, és figyelj, amit ígértél az Octopus Cinemájához képregényt. Majd hozd már be majd valamikor. Igen, köszönöm szépen. És a kecskés DVD-imet hozd már vissza, jó? Ciao, Zoli, köszönjük szépen, hello. Nagyon bírom őt, nem gratuláltunk neki. Kutyafáját. Zoli, hallasz, gratulálunk. Így van. Ki, hát kinevezték, ne viccel, és nem gratulálsz. Nagy ember lett. Te hülye vagy, elfelejted. Hallod? És ne felejtj el a régi barátaid. Igen. Valás 20 év ingázás után a keleti vonalon a Kallertől azt hallottam, hogy a menetrend nem törvény, csak tájékoztató jelleg. Ja. Hol van ez a japánokhoz képest? Kb. 40 éves történet, ismerősünk Svédországban vonatozott, és megkérdezte az utastársait, hol kell leszállni. A válasz nem egy vasútállomás neve volt, hanem egy időpont, amikor a vonat odaérkezik. Amikor eljött az idő, leszállt a megfelelő állomáson. Mennyire durva, nem tudta, hol megmondta 13-25, ott szállj le, mert akkor vagyunk ott, döbbenet. Számunkra teljesen értelmezhetetlen. Ide egy hallgató nagyon jó, lehet, hogy 160-nál itt is működésbe lépne ez a mágneses erő, ki tudja. Ja, igen, csak egyelőre még nem sikerült ezt. Egyébként egyszer ezt fölkéne ezt a pillanatot. A magyar vasútnak fel kéne gyorsulni 160-ra, ki a fene tudja, mi van, elemelkedik itt is a sintől, és fölgyorsul 500-ra. Vajon tudnak egyáltalán ilyet a mi jó öreg dízeleink? 160-nal menni? Szerintem nem biztos, hogy a vonatok nem tudják, a sinek nincsenek olyan állapotban. Tehát ez a zakatolás, az azért tűnik el más országban, mert hogy a sinek vannak jobb állapotban, jobban összerakva az illesztések. Itt ugye egy 4-4 és fél óra szünet van két illesztés helyett, között sok helyen. Úgyhogy fölülsz Hollandiába, egyszer nem hallod ezt az akadolást, de nem azért, mert jobbak a vasutak, nyilván lehet, hogy azok is kicsit, a sinek vannak jobb állapotban, tehát itt sokszor a sinek miatt mennek lassan, nem azért, mert a mozdony nem tudja. Mondjuk a 160-at nem tudom, hogy tudná. Szerintem 160-nál már úgy néz neki az a szerelvény, mint mondjuk a világ harcában az a vonat, ami ott elszágoldott a sarompa, meg így lángol, mint egy üstök, és így...
érted? Persze, megnézném a hozzá egy vezető fejét, amikor felgyorsul egyszer csak 160-ra. Igen. Szerintem élvezni. Józsi, Józsi! 140, csapasd neki, tesző! Jön a mágnes, mit jön a mágnes. Mit csinál, Isten. Hát igen, de legalább hallunk ilyet. Hát az embernek már ettől jobb kedve lesz, hogy ilyet hall, hogy legalább Japánban jobb nekik, nem? Így van. Én meg komolyan mondom. Hogy legalább az Zoli járt Japánban. Elolvasok egy ilyen hírt, és egy picit jobb kedvem van, hogy van a világnak egy olyan része, ahol ez kicsit flottabbul megy. Ne legyünk irigyek. Hát ennek örüljünk. 7:30 pontosan 5 perccel Óven bácsival és Bernu nénivel játszunk, lehet jelentkezni SMS-ben, mi pedig jövünk a hírek után. A Klassz FM-en. 3:48 múlt, pontosan 1 perccel, hello mindenkinek, jó reggelt. Kívánunk, itt vagyunk, de jó, hát ez a Bon Jovi, gyerekek, ez jó. Komolyan mondom, én élvezettel hallgatok hangszeres zenét itt reggel, tényleg. Jó. Mi van, nem jó? De jó, ja. Jó, jó, csak a Baber egy, hogyha egy kétszámos Bon Jovi kislemezünk, és mindig az egyik egy oldalt egyszer, de... másik oldalt másztól. Tehát én bírom. Van tényleg sok jó zenekar, meg sok olyan zenekar, aminek sok slágere van, és a Bon Jovi az abszolút top ebből a szempontból, mert 30 olyan Bon Jovi szám van egyébként, amelyik mindegyik 10 pontos, ilyen aréna rock. Nem kísérlet. Bármikor, a hallgatók nem arra vannak, Jani, hogy egy kísérletezzük rajtuk, ezt bevált, ezt szeretik, ezt kell adni, ez egy rádió, nem szakkör. Ezt mindig elmondom neked, hogy itt nincs kísérletezés, meg most tegyük be ezt, tegyük be azt, hát ez nem. Ez egy rádió, ez egy professzionálisan működő rádió, ez nem egy lőrinci rádió szakkör, érted? Én azt hiszem, hogy tök igazad van, és én annyira örülök neki, hogy mindig azt a fajta érzelmének átítatott, és sokszor túlzásba eső attitűdöt, amit én képviselek, te a szakmaisággal ellensúlyozod. Az alázattal. Te vagy a mérleg. Igen, és a szerdai értekezletek el, ahova nekem kell bemennem leginkább, ezért mondom ezeket. Mi volt megint az a Living on a Prayer? Ez nem egy szakkör, ez egy rádió. Üdvözlöm, Vadon úr, csak nézd meg, hogy milyen kedvesek a igen. Hallgatók, pontosabban. Tiszteletem. Hallgatták az oltóközpontos megszólásunkat. Ha megérkezik az oltóközpontunkba, keresse Jucikát. Jucika? Garantáltan kezelésbe veszi ön, csak készüljön egy pluszoltással. Nagy dózisú, 6 hétre kitartó, potenciál csökkentőt készít be épp magának. Üdvözlet, te Zsuzsanna doktornő. Jött ez az oltóközpontból, ahova ma mész. Figyelj, vitte, megiszol egy másfél-két liternyi brómos teát, és megvagy egyébként csak, minden reggel. Csak üzenem Jucikának, hogy nyugodtan készített dupla adagot is, de még az se fog képára fekteni. Én ismerlek, tényleg nem. Igen. Azt mondja, egyszer itt ozzon, és elemelkedett a vonat a sintől. Csak azért, mert ellopták a sint. Ez számít, kérdezi Tibi. Győr-Budapest vonalú 20 perc a késés. Kit érdekel? Hány másodperc? Hírják, hallgatók. Gyerekek, ezeket halván, amiről a Szújóval beszéltetek, kicsordult a könnyem. Talán még orgazmusom is volt, hajrá már. Egyébként tényleg az ember szájtátva hallgatja, hogy a világ másik oldalán mi történik. Hallgatjuk a műsorotokat a japán vasútról, a csúcs technológiáról, mi pedig 10 perc állunk a Pilisvörösvári vasúti átjárónál, és várjuk, hogy elinduljon a vonat, írja Zsuzsa. Egyébként szenzációs volt, hogy elköszöntünk a Szújótól, jött az Ákos, és bemondta, hogy 6 vonat késik 20 percet. Hát akkor a kont az elképesztőgyilkos. Reggeli rutin kérdés a vonaton, csak hogy mindenki átérezze, leginkább azok, akik autóval járnak, hogy mekkora nyűg ez, és mekkora meló egyébként tényleg vonattal menni. Reggeli rutin kérdés, bocsi, ez a fehérvári vonat? Nem, ez még a Százhalombattai. Tehát meg kell kérdezned reggel, ha mondjuk időre van ott a vonat, akkor se lehetsz benne biztos, hogy nem kanyarodik el egy váltónál balra, hol ott neked egyenesen kell menni, ráfirtatsz inkább. Megkérdezed az utasokat. Ha ránézel az órádra, és éppen akkor bejön egy vonat, azt gondolod, hogy felszállsz rá, lehet, hogy óriási hibát követsz el. Igen, igen, meg kell kérdezni. Vali jó, hogy abba hagytátok a japán témát, már zsibbadt a homlokom. Igen. Ja, Istenem, hát nem egy egyszerű. Kitartás tényleg mindenkinek, ha késés van, mi mondjuk, ha kell, hívjuk a mávot, tényleg nem tudunk ennél többet csinálni. Kitartás. Óven bácsival és Beru nénivel játszunk már is. Óven bácsi és Beru néni. Nem gond, ha nem vágod a párologtatók bináris nyelvét. De ha jó a fület, kitalálhatod, mint dúdolnak a buckalakók vidám szomszédai. Óven bácsi és Beru néni. A párafan csalogányai. Halló, jó reggelt! Jó reggelt! Hello, Judit. Igen. Judit. Ma megint, mindenki Judit ma. Az előző játékosunk is Judit volt. Igen, valószínű ezzel kerültem be. Igen, Judit, mi újság? Honnan hívsz minket? Hát most a 11. kerületből. Ó, végre valaki Budáról, de jó, olyan ritkán. Egyébként Gombáról.
Azt most hagyjuk, a Jani tud rá egy krémet. Mindegy, ha adáson kívül segítség kell, akkor csörög nyugodtan a nővérem védő. Igen, hagyjuk a privát dolgaidat. Az biztos szörnyű lehet. Van egy házi receptünk, nagyon sok, medvehagyma kell bele, és hipó. Igen, ezüstkolloid mindenféle dolgot kiírt belül, és akkor jobb lesz. Vagy akkor habkő. Mivel foglalkozol, inkább Judit, azt mondd el nekünk, mit csinálsz, milyen foglalkozol? Kintlévőségkezelés. Tehát ha nekem a Jani tartozik sok pénzzel, nem akarja megadni, én azt eladom nektek, akkor ti megveszitek tőlem, és majd ti behajtjátok? Nem, de azt az egyet megvenném, hogyha tartozna neked, de egyébként nem. Csak a saját céges dolgokkal. A cégeden belül, ha vannak kintlévőségek, akkor azokat próbálod behajtani. Tehát akkor nem kell attól tartanom, hogy néhány szép szál derékember becsönget hozzánk, aztán elkapja a bokámat és oda csapdossa a fejemet a falhoz, amíg a feleségem ki nem hozza a bankkártyát. A pinkodra együtt. És azt mondják, hogy a Bali küldött. Igen. Ne bánts Nikolaj. hagyd élni, Oleg. Há, jól van. Valaki kuncogott melletted, vagy egyedül vagy? Hát egész sokan vagyunk. Na, igen. Tényleg ott vannak a kollégák? Aha, így ide jutottam őket gyorsan. Szintén kintlévőségkezelők? Hát, is. Jó, sok kintlévőségetek van. De nagyon csendesen viselkednek, rendben vannak, nem beszélnek, csak ott kuncognak. Hát távolba mentem, de úgy látom, mert többen is hallgatják, és ide kuparodnak. Gyűlnek, igen. Mindenki az ajándékcsomagra vadászik. Vigyázz, mert majd, ha megfejted, akkor mindenki azt fogja mondani, hogy ő mondta, és óriási veszekedés lesz, amikor megjön a csomag. Nem baj. Na, mutatjuk, mit csinál Óven bácsi Beru néni, jó? Figyeljem. Jó. Aha, álmodoznak. Állnak a Fóti megállóban és halucinálnak. Egy mozgó vonatot látnak. Igen, ami nincs. Igen, ez egy jó kis zakatolás. Hogy hiányozna ez Japánban, nem? Hát... Nagyon, igen. Valószínűleg. Mutatjuk, mit énekelnek, figyeljetek. Nan. Ja. Szigorú, a technikus kollégán nagyon szigorú, gyerekek, itt nincs kecmec, nincs hosszú részlet. Mutatjuk még egyszer, jó? Figyelj! Jó. Na. Senkitől semmi? Többiek? Hátul? Hát ezt még egyszer tudjátok adni. Hogyne, figyelj, ugyanekkora részlet lesz, figyeljetek. Last is life. Ezt meg se hallottuk. Jó. Igen. Jó, szép bölcsesség. De nem. Mutassunk egy... Megmutatjuk még egyszer, figyeljetek. Aha. Kánonba énekel, vagy hogy van ez? Oké. Nincs meg? Akkor ezt nincs. Jó, semmi baj, ne adjátok föl, meg lehet, kivettük a bögrét, jó? Az jó. Már biztos, hogy nem lesz benne az ajándékcsomagban, de más még benne lehet, figyeljetek. Hosszabb részlet jön. Micsoda? Hallgassuk már meg 8 után. Nem állít. A rock rovatot lépsz, a kedvemért egy bali oti retro rovat. Cseréljük rá. Cseréljük már. Hát óriási. Doktorában. Judit, megvan az ajándékcsomag. A világ legkülönösebb fogorvosa. Igen. Ügyesek vagytok, nem volt könnyű. Hát nem. De megvan. Könnyű volt? Igen. A bögrét kivettük, de a többi megvan, jó? Jó, oké. Okay. Hányan voltatok körülbelül? Hát, 10. Komolyan? Aha. Az egész munkája oda gyűlt körét, hogy meglegyen az ajándékcsomag. Hát, majdnem. Jól van. Aki még benn van. Judit, küldjük nektek. Jó, ügyesek voltatok. Jó, oké. Okay. Hello, sziasztok. Ciao. Szia. Na, jó, megmondom, mi legyen. Legyen 8-kor a rockod, amit hoztál. 8:30-kor pedig nyomunk egy ilyen retro szettet, jó? De 8:30-kor meg 9-kor, valami két retrót. Csak az íze véget. Péntek van, zárjuk a hetet, jó? Jó. De 8-kor még rock, és akkor 8:30. Egy jó DJ Bobo? Hát akkor már nem biztos, tessék. Igen, tehát ez önmagában az egyik legnagyobb ellentmondása az univerzumnak, egy jó DJ Bobo. Tehát ilyen nincs. DJ Oti. Jó? Jó. Szerkesztünk majd valamit. Na, jóval legyen. Jó, hogy pont 10 percet mondtam el, hogy ez nem egy rádiószakkör. Aha, nem baj. De hát figyelj, te is fejlődsz. Hát
mozogsz együtt a trendekkel, te is változol, igen. Érted, hogy az ember így a megszokásai rabja, akkor az egy idő után már tényleg igen. Nem. Akkor... Pont 10 perce mondtam, hogy ez nem egy lőrinci rádiószakör, de jó. Jól van, lehet jönni vért adni, nem kell várni gyerekek, a vöröskereszt felkészült, itt van a kamion, megböknek, adsz egy kis vért, elmész, így és segítesz, ami a legfontosabb. Vitám a kedvesek, szívélyesek és kőprofik. Így van. Gyakorlatilag pillanatok alatt leveszítik a kis véreteket, kaptok valami kis csecsebecsét is, vagy Klassz FM-est, vagy Vöröskeresztest, vagy mind a kettőt, úgyhogy mindenképpen érdemes jönni az év utolsó véradása. Az év utolsó véradása, az Üllői 102-be szépen behaladtok, akadálymentesen átmentek az udvara, és ott történik mindez. Sajnos celebekkel nem nagyon találkozhatok. De nem is azt kell keresni. Klassz Tibi se jön, viszont a Tibinek külön köszönjük azt a segítséget, amit azzal nyújtott nekünk, hogy a Facebook oldalán megosztotta a felhívást. Így van. 5 perc van pontosan 8 óra, gyertek, adjatok vért, segítsetek, mi pedig jövünk a hírek után. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora Sebestyén Balázssal, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival. Itt a Klassz FM-en. 8 óra múlt 10 perccel. Hello minden morning show hallgatónak, itt vagyunk a Klasszon. Jani, hello, jó reggel. Szia, Vali, mi a pálya, jól vagy? A pálya egy olyan hely, ahol lehet menni bobbal, szánkóval, sível és minden mással, de jól, köszönöm szépen. Nagyon gyorsan felé. És mi a helyzet? A helyzet egy olyan életszituáció, amikor is a következő történik. És jól vagyok. Jól vagyok. Airburn, egy jó kis Airburn, turbosítottam. Így van, hát ők ugye a Little AC/DC, lehet ezt így mondani, gyakorlatilag ugyanabban a stílusban, még nem is érdekelt. Most mit kezdesz sohajtoznál? Kérdezzél, mert tartok itt neked egy olyan kis, hogy hívják. Dehogy is, még azért kérdezek, hogy eddig tudjak. Történelem órát tartok itt neked. Tudod, hogy rohadtul nem érdekel, azért kérdezek, hogy eddig tudjak közlekedési éreket jelölni. Ja, várj, akkor egy kicsit bőlére vesztem. Nem, azt viszont nem akarom. Nem, csak látom, hogy sokan szeretik, anyám írt, hogy jó a zene. Anyám. Ilyen laza az anyám. Figyelj, egyre szimpatikusabb az édesanyám. Tudom, hogy neked bejön. Egyébként tényleg. Figyelj, szereti a pezsgőt, iszik kettőt. Anyám nagyforma, írt SMS-t, hogy jó a zene. Hát milyen laza, nem? Hát. A muter. Teljesen. Mit akartam mondani az Airburnről? Ja, semmi, csak így iszél. Ja? Nem, ez a baj, hogy mindig ilyenkor... Bevillan az anyám, mi? Persze. Láttad a múltkor fürdőruhába. Mutattam ilyen családi képeket, csak anyám is ott volt, és mondott, hogy tekerjen vissza. Várj, ne úgy, hogy gyorsan már. Fura is volt. A hugod? Nem is tud. Fura is volt, hogy az anyámat bámulod, de... Na, jó van, eleget beszéltünk édesen erről. Az Airburn, az ugye a kis AC/DC, ugye gyakorlatilag abban a stílusban működnek, abban a stílusban alkotnak, amiben a nagy AC/DC, csak ilyen tempókra sajnos Angus Youngék igazából soha nem voltak képesek, vagy ha voltak, és csak csináltak bele a 3-4 számot, utána pedig mentek az oxigén sátorba. Így van. Jó az AC/DC, de tudod, egy AC/DC-t hallottál, az összeset hallottad. Tehát persze. Na jó, ez egy külön műsor lenne egyébként, most erre nincs is nagyon időnk, hogy ezt a dolgot helyre tegyük. Jó, az összes AC/DC számot imádom, de mindig egyforma. Na nézzük a közlekedési híreket, hogy mi a helyzet az utakon. Ma délután 16 órától gázszivárgás miatt a Budaörsi úton, a Petőfi laktanya után a csomópont felé vezető oldalon a belső sáv kibontása került. Jó Isten! A Petőfi laktanya után a Baks csomópont felé, az szép lesz. Az szép lesz, ott jó nagy dugó lesz. M3-as Miskolcék tiszta, fennakadás, mentes, eső nincs, KPM nav és rendőr mentes, 16 fok van. Gendi küldte nekünk, a centrum felé az Osztyapenkónál az ÖMV-k úton fotóznak, úgyhogy ott is menjen mindenki lassan, egyébként egy fekete Fordból. Nagyon fontos. Aztán az M7-esen fotóznak a 45-ös kilométernél, lassítsatok egy kicsit, elbújtak, nehéz őket észrevenni, ezt Gabi küldte nekünk, köszönjük szépen. És trafi van a 16. kerület Veres Péter úton, a Csempebolt környékén. Ezt pedig Móni üzente. Nagyon sok SMS kapunk, hogy sokan láttátok már a Celepromot, köszönjük szépen, nem a mi érdemünk, már mint hogy tulajdonképpen jó lett, és nagyon sok embernek tetszik. Ha valaki nem látta, szívesen megmutatjuk, Janival repülőt vezetünk a Facebook oldalunkra, belinkeltük, meg tudjátok nézni. Aztán hát picit
ez van. Igen, igen, nagyon vidám hangulatú forgatás volt. Igen. Úgyhogy sokan írjátok, hogy jó lett, köszönjük szépen. Hát ez a stáb érdeme, akik csinálták nyilván, de ha valaki nem látta Facebookon, tényleg meg tudja nézni. Jó, de egyébként abban, hogy ez a végkifejlet ennek a bizonyos promónak semmi meglepő nincsen, hiszen a Páko is megmondta nekünk azt, hogy ugye. Hát igen, tulajdonképpen már a promóban is benne van, igen. Mindent fogtuk hallni. Ezzel az útra valóan nagyon jó dolog utazni ebből az országból, erről a kontinensről 6 hétre. Imádom, egyébként tényleg, tehát ő egy óriási forma. Na, véradásunk van, ugye itt van a Vöröskereszt kamion, nagyon jó kapcsolatot ápolunk velük, nagyon szeretnek minket, mi is őket, és nem szeretnénk, hogy este már haragudjanak ránk, mert olyan jó, hogy minket valaki szeret, és ez a Vöröskereszt, úgyhogy tényleg szeretettel várunk mindenkit, soha nem lehet tudni, hogy az a vérad, amit az ember lead, az nem 3 óra múlva mondjuk a saját rokonának, vagy a saját gyerekének, vagy a saját édesanyjának kell, vagy kellhet majd. Úgyhogy az ember tényleg nem is gondolja, hogy ide jön rászán 20 percet, és pillanatokon belül tud segíteni, már az is lehet, hogy 3 nap múlva, 1 hét múlva kis túlzással nyilván, de ezt a vért felhasználják, akár életet is mentenek vele. Úgyhogy itt vagyunk, Üllői út 102, itt áll a kamion. Így van. Csinosak a lányok, csinosak a dokik, jól szúrnak, ügyesek, profik, és várnak mindenkit. Így van, és a sofőr pedig egy hihetetlenül profi tag, gyakorlatilag a legjobb az országban. Az előbb amúgy kint fogadásokat kötöttek, mert sógoromról van egyébként szó, az előbb kint fogadásokat kötöttek, hogy a kamionnal be tud tolatni a Titus és a te kocsit közé. És ezt a bal tükrön bánta, de hát a sógorodnak minden megbocsátok, igen. Jó, Üllői út 102, nem kell sokat várni, idejöttök, megszúrnak benneteket, tajkártya kell, személyi lakcímkártya, és egészen nyugodtan lehet jönni. Semmi túlzás nincsen benne, hogy tényleg életet adtok. Mi meg cserébe majd egyrészt egy jó meleg készfogást, nagyon sok kedves szót, mosolyokat, meg mi némi kis Vöröskeresztes, meg Morning Show-s ajándékot. Nem, az a baj, hogy már az oltóközpont jár az eszemben. Igen. Na, ha már oltóközpont egyébként, hogy az ember ilyenkor valahogy tényleg úgy közlekedik a világban, hogy minden hírt meghallasz, ami ugye az utazással kapcsolatos, ebola, malária, ugye nyilván rémizgetés, mármint, hogy Dél-Afrikában nincs ilyen, mert hát sok-sok ezer kilométerre leszünk. Csak bementem tegnap az oltóközpontba, és mondták, hogy üljek le, mert várni kell egy kicsit. Semmi baj, nincs ezzel. Leültem, és előtted voltak szórólapok. Na most, ha valamit nem akarsz látni ilyenkor, a szórólap, hogy működik az emberi agy. Csak leültem, és mondom, jó, bárányhimlő felnőtt korban, oltasson, menongokókusz, oltasson, pseunomokókusz, amit mindenről, amit tudni kell a pseunomokókuszról. Ne engedj, hogy a szamár köhög és megfertőzze. Ne sárgulj be, mindent a hepatitis. Figyelj, ez tök jó. És akkor kijönnek, hogy szólítsanak, és rád nézik, akkor megkérdezik az első kérdés, hogy ez is rosszul van. Pneumokókusz? Menongokókusz? Milyen oltatod? És 600 olyan oltó szórólapot ült előttem, mondom, jaj, de jó. De jó, mindent becsapatok. Igen. Bár egy nyimlő felnőtt korban, kiütéses emberrel, az ott ki nincs egyébként. Ott nincsen. Nincsen. Nincsen sem. Milyen viszont van egy csomó olyan dolog, amit mi még nem ismerünk itt a kontinensen, hála jó Istennek. Igen. Na, egy nagyon érdekes témát szeretnénk mi most kideríteni, leginkább nem is kideríteni, a végére járni, hogy igaz-e. Ez is egy városi legenda, de az ember sokszor hallja, és hát vannak nyilván szakács hallgatóink, pizzafutár hallgatóink, ételkihordók. Egy cikkből kiindulva utána járunk, hogy ebben lehet-e valamilyen igazság, vagy lehet-e igazságtartalma. Ugye bosszút akart állni a szakács, írja egy cikk, mert hogy ez egy házhoz szállítós ilyen kis pizza kirendelős kis cégecske volt. Fél órával ugye a tulajdonképpeni eset előtt, az árás előtt rendeltek egy pizzát. És rettentő dühös lett a házhoz szállító pizzéria szakácsa az ügyfélre, mert hogy ez egy családi pizzériázó volt, fél órával állítólag az árás előtt már nem nagyon szeretik, ha te rendelsz pizzát. Ezt én is hallottam, hogy ez Magyarországon is így van. És elhatározta, hogy bosszút áll azon az emberen, aki megrendelte ezt a pizzát. Pedig fél órával az árás előtt, azt gondolnád, hogy az még belefér, nem? Hát simán. Még simán, 10 perc alatt megsűr, rádobja a feltételt, kihozza a futár. És... hát ő extra feltétet kértek egyébként a pizzára. Rosszat sejtek. Kanadai szalonnát, ananászt, extra sajtot. Tehát, hogy jól megrendelték ezt a pizzát. Erdei gombá. És a szakács azt gondolta, hogy igen, rohadjál meg, hogy te még fél órával az árás előtt egyébként pizzát kérsz. Szép szóval próbálom mondani egyébként, hogy összepéniszezte a pizzát.
De ezt... Jaj, Istene, plusz hús feltét. Nem tett rá semmit. Igazából csak tudod, amikor ugye a lángosodat megkened ezzel a kis levélkével, amivel ugye te szeretnéd, hogy fokhagymás legyen a lángosod. Ő így gondolta, hogy rohadjon meg a kedvenc delikvens egyébként, aki rendelt pizzát. Hozzá dörzsölte a legnemesebb szervét ez a pizzát, de ne is menjünk bele itt a részletekbe, nem is erről van szó, meg nem is erre akarom kiegyezni. És ezt egyébként a házhoz szállító fiú végignézte. És ebben a szellemben vitte ki? És ebben a szellemben vitte ki. A történetben annyi az érdekes, hogy közben egyébként, csak mondom, hogy családi pizza volt, tehát ez a családi pizza akkor, hogy abban mindenki kicsit benne van, ami nagyon nagy. Most gondold el, hogy azért ott evett egyet a nagyi, a nagypapi, apu, anyu, tehát ott mindenki evett volna. De a pizza futár fiúnak felébredt a lelki ismerete, és jelezte az ügyfélnek. Ja. És jelezte a főnökének, hogy szóljanak az ügyfélnek, hogy itt van egy kis turpisság a pizzában, nem biztos, hogy jó, ha ezt a pizzát ők átveszik. Na te ezt hogy jelezte? Hát fölhívta a főnökét, hogy szóljon a lakásnak, hogy ne vegyék át a pizzát. De mit mondtak neki? Jó napot kívánok, elnézést, azért telefonálunk, mert hogy önök rendeltek egy pizzát, igen, rendeltünk egy családi pizzát, és kicsit késve érkezik, és már miatt egy picit dühösek is végig. Jó, hát a pizzával van egy kis probléma. Milyen probléma? Hát, szóval ugye van rajta a kukorica, a sajt, pöcs? Valószínűleg nem mondják. De hogy, mit mondanak rá, hogy? Szerintem, hogy nem sikerült, leesett, hát nyilván nem mondják meg. De az ügyből egyébként nagyon nagy balhé lett, 10 000 dollár óvadékot szabtak ki a srácra, aki fizette, szabadlába védekezhet, de bajban van, ugye a pizzafutár is belekeveredett a történetbe, hogy elvileg ő is tudott róla, minden esetre nyilván majd kevesebb büntetése számíthat. Na mindegy, nem is ez a lényeg, hanem hogy Magyarországon is hallani olyat, hogyha te például pizzát rendelsz, akkor... Jó, ha zárás előtt fél órával már átgondolod, hogy valójában akarsz-e rendelni. Mert hogy vannak bosszúálló pincérek, és szakácsok, pizzafutárok, és járhatsz így. De úgy is járhatsz, hogyha nem szépen rendelsz. Ha beszólsz valamit a levesre. Ha nem vagy elég illendő mondjuk a pincérrel. Hogy írjanak azok, akik étteremben dolgoznak, hogy egyrészt hol tudnak kiszúrni a vevővel, mit tudnak csinálni, vagy mit csináltak már, illetve kik vannak veszélyben. És mit ne csináljuk? Igen, mivel tehát, ne húzzuk fel őket? Tehát mi az a dolog, amire mondjuk egy ételkiszállító, egy pizzafutár, egy szakács ugrik? Igaz-e tényleg, hogy vannak szakácsok, akiknél nem lehet rendelni? Nem gondolnám, hogy minden pizzéria így működik, sőt, nyilván azért a jobb minőségűek nem. De sokszor hallottam már én is ezeket a városi legendákat, hogy például rendelni zárás előtt 20 perccel már nem szerencsés, mert nem szeretnek. Jól átsütve? Anyádat, 250 fok plusz 10 perc. Tehát éppen már a családjára gondol, éppen csomagol, még megszólal a telefon, föl kell, hogy vegyék, ugye? Tehát magát a rendelést föl kell vegyék, nem mondhatják le, mert abból akkor nekik van ügy, viszont utána 6-8-an körbeállják a pizzát. Hát most gondold vagy el. Ketten a somlóival. És képzeld el, hogy utána pedig ez körbejár a családi asztalnál. És a nagymama még egyszer kér belőle. Nem, ezek a régi jó ízek azért csak nem tűntek el. Sose ettem még talán ilyen finom vanília sodót. Megérte betenni a fogamat. Isteni, ez a sodó, Pistikém. Honnan rendelted ezt a sodót? Szegény apád jut az eszembe róla. Hát elkezdjük, jó vanília sodó az abszolút. Hát, hallod. Jó, hogy... jelentkezzenek futárok, tényleg, vagy amikor például nem adsz borravalót. Engem az is érdekel, mondjuk én mindig adok, én erről beszéltem, hogy én ilyen kényszeres borravaló adó vagyok, de tényleg, tehát már ilyen betegesen megpróbálok mindenkinek megfelelni, és rengeteg borravalót adok, tiszta hülye vagyok. Tehát mi zöldségesnél minden a benzinkúton, tényleg sokat. De hogyha például egy futár szisztematikusan nem kap borravalót egy lakásnál, felküzdi magát a negyedikre, nincs lift, szakad az eső, 16 fokba kell kimotoroznod, és a 26. rendelésed abban a hónapban, és egy büdös forintot nem kapsz. Hát nem mondd, hogyha futár lennél, nem futná át egyszer legalább az agyadon egy kosza gondolat, hogy 27-szerre teszel egy plusz songuku feltétet a pizzára. Ja, egy kis fafülgombának látszó tárgya. Egy kis fafülgombának látszó valamit. Szóval, hogy óriási a kísértés. Gondold el, hogy ott van előtted az étel. Megalázóan beszélnek veled. Rácsapják a telefont. Te megkérdezed, hogy melyik kapucsengő pontosan, és elkezd veled ordibálni. Hát nincsenek illúzióim, valószínűleg rengeteg paraszt ügyfél van, aki úgy rendel és úgy beszél veled, mintha te tulajdonképpen a rabszolgája lennél. Akár pultos vagy, rendelésfelvevő, futár, rád vágja az ajtót, nem ad borravalót. Tehát az ügyfelek is adnak erre okot, én ezt nem vitatom, nem? Tehát, hogy nyilván nem egy könnyű szakma. De itt mondjuk ebben az esetben arról van szó, alapvetően mit tudom én, akkor kicsit kevesebbet rak valamiből, vagy nem sütik át rendesen, vagy ilyesmi, tehát hogy ilyen kicsit kevésbé kegyetlen bosszút állnak. Igen. Van egy közben csak, hogy hallgatunk, 17 éve futár.
Anna, bepirosoztam, hogy lehet, hogy őt jó lenne hívni. Szerintem tud érdekességet mondani. Hogy mit mondtál, hogy ez vele jár, tehát, hogy ezt el kell viselni? Hát nem, hogy kicsit kevésbé kegyetlenek a tréfák, vagy a kiszúrások. Tehát, hogy egyszerűen csak nem sütik át rendesen, vagy kevesebb kukoricát raknak rá. Én szerintem nem. Szerintem nincsenek illúzióim. Tehát én úgy rendelek, hogy bármit kér, megteszem. És mindig álnéven. Én mindig vagy a Viki nevén, vagy álnéven, vagy sehogy. És még így azt gyanítom, hogy nálam többet senki nem evett meg ilyen dologból. Még így is fura, hogy volt. Hallottátok? Aha. Ki a pizza? Jócsikám, öcsikém, Gabikám. Ki kérte ezt a kolbászos somlói? Ne gondolt, hogy te nem. Nézd, hogy már. Én még nem ettem. Itt van ez a kis gonosz kis nézé. Na, hát, hogy te nem ettél meg. Szerintem minden képernyős. Minden volt egy időszak, amikor egyébként... Nem egyébként gondolod, hogy nem. Egész... Én ebbe bele sem merek gondolni. Fura módon számra teljesen értelmezhetetlenül megindult a tömegnövekedés a testemmel. Akkor lehet, hogy picit több fehérjét kaptam. Ez biztos vagyok benne, hogy azért mi áldozatai váltunk ennek. Az biztos. Na, van egy hallgató, meghallgatjuk. Tamás itt van velünk, 17 éve futár. Hello, Tamás, jó reggelt. Jó reggelt, sziasztok, üdvözlök mindenkit. Szia. Tamás, a disznóságokat csak finoman, jó, ha ilyet akarsz mondani. Leginkább sokszor igyektek. Az igen. Indíték érdekelne. Tehát, hogy hol követjük el mi rendelők a hibát, vagy mi az a pont, amikor mondjuk akcióba léptek, és mondjuk bosszút álltok. Van egyáltalán alapja ennek az egésznek? Hát minimális alapja persze, természetesen minimális, van. Minimális. Én egyszer voltam, amit ahogy ti idéztetek, ilyen disznó dolognak szemtanúja. Nem nevezném meg a céget, hogy hol, ahol konkrétan a pizzasütő ráköpött a pizzára. Ennek ők örülnek most. Azt ne nevezd meg. Tehát a pizzasütő, de a pizzasütő miért lett ideges? Engem mindig az indíték rossz napja volt, összeveszett a feleségével? Nem. Amit ti említettetek, hogy fél órával zárás előtt, ugye 12-13 műszak után ők már elkezdenek olyankor pakolni, takarítani, nincs már rendelés olyan későn. Kész van mindennel, bejön egy pizza, amit ti is említettetek, hogy 25 különleges feltétel, és mindent elő kell pakolnia, és mindent újra kell csinálnia utána. Csak na de várjál, a kérdés az, hogy miért pakol el fél órával a zárás előtt? Haza. Na jó, de hát nekem jogom van rendelni fél órával a zárás előtt. Ez maximálisan igazatok van. Csak nem én vagyok a hülye, hogy rendelek, kicsit ő a hülye, hogy elpakol. Így van, hát ti se adjátok abba 10 óra előtt a munkát. Igen, szóval, hogy lehet bosszút állni, de hogy hát ne pakoljon el fél órával a zárás előtt, nem? Na mindegy, hát ez most egy elvi kérdés, hogy kinek van igaza. Csak neki az volt a bal szerencséje ennél az ominózus dolognál, hogy az üzletvezető épp ott könnyekövet a kiadópultnál. Igen, az még ugye megmentheti a rendelőt, ha nem cinkos mondjuk az üzletvezető abban, hát amit nem, csinál nem, a szakács. Nem, ez megengedhetetlen, ezt én is annak tartom. A jattal kapcsolatban, meg amit kérdeztetek a futárokkal, ugye ez a része érint engem jobban. Hát ott volt időszak, amikor megkocsikáztattuk, meg megmotoroztattuk egy kicsit az ételt, mikor egy lehellettel kevesebb volt a borra való. Tehát amikor mondjuk tapasztaljátok, hogy sokszor szisztematikusan nem ad vagy keveset ad, és megint rendel, egyszerűen később érkeztek meg? Hát nem, tudod, kapunk egy adott kört, mondjuk 3-4 címet, és ha éppen... Persze van egy szállítási időlimit, amit tartani kell, tehát arra azért vigyázni kell, hogy abból nem csúszhatsz ki, de lehet, hogy pont ő kapja meg legutoljára, de még a szállítási határidőn belül. A hajsok egy kicsit rádermed a zsír a tetejére. Hát attól függ éppen milyen ételt rendelt, így van. És te is volt olyan, hogy álltál a pizzával a kezedbe, becsöngettél, bunkó volt veled, holnap megint rendelt, vagy másnap, és akkor azt mondtad, hogy na jó, akkor jó étvágyat ehhez? Igen. És csináltál valamit, igen? Nem, semmit. Soha semmit. Én nem, ételhez nem nyúltam. Tehát ez nem, tehát... Azt ráhagytad a szakácsra. Tudtad, hogy a Józsi már megoldotta. Én hosszú év alatt egyetlen egyet tapasztaltam, de sajnos a pizzasütőnek, hát illetve nem sajnos, másnap már nem kellett korán kelnie. Tehát ezt én sem tartom egy jó dolognak, hogy az étellel bárki is szórakozzon, mert nem tudhatjuk, hogy éppen ki eszik belőle, tehát lehet, hogy legközelebb én rendelek, és mondjuk a gyerekem eszik belőle. Hát hogyne, persze, hát ez... Borravalónál mi az, amit tisztességesnek vagy minimumnak tartasz? Százalékosan. Hát a mai világban ugye az etikett a 10%. 10%. Így van, a 10%, amire én azt mondom, hát én nem mondom, hogy adjanak 1000-2000 forintokat. Na jó, csak várjál, benne van a házhoz szállítási díj is sokszor, tehát hogy a házhoz szállítási díjat számoljam bele én még a végösszegbe, és még ahhoz képest adják rá 10%-ot? Én nem tudok olyan helyre, ahol bele van számítva. Mondjuk én külvárosban lakom, nekem mindig beleszámítják, mert ugye hát... Hát mert tudják, hogy ki vagy. Nem hiszem, hát nem erről van szó, hanem hogy mondjuk 20-25 km Budapestről, ha mondjuk egy olyan helyről rendelünk, mint a Török Bálint, akkor azt mondják, hogy házhoz szállítás 500 forint. Én emellett is adok jattot, mert azt gondolom, hogy a házhoz szállítás... Egyébként az kinek megy, ha bele van számoló a házhoz szállítás, és az a tiétek?
Fú, hát én ezt nem tudom megmondani, nem, mert én nem olyan helyen dolgozok. Aha. Ja, hogy ott ingyenes kiszállítás van, azt gondolom. Így van, így van. Na jó, meghallgatom egy pincéreket. De én úgy gondolom, hogy ha ilyen helyen laksz, és ez föl van számítva, ez nyilván azért van, mert messze vagy, hogy az üzemanyagot fedezze. Persze. Én ennek ellenére mondom, adok. Tehát, hogy én tényleg bárki, csak hadd egyek normálisan, ne bántsatok. Ennyi, csak egyszer rendeljél, hogy kapjak én is jattot. Igen. Köszi Tamás, hogy elmondta, ciao. Nincs mit, jó napot, sziasztok. Hello. Fú, gyerekek, rengeteg SMS, tényleg. Belváros étteremben voltam mixer. Két extra flagma új gazdag hölgy rendelt koktélt. Megcsináltam, belelógattam a cerkát. Ízlet nekik, kértek még egyet. Kérdeztem, ugyanilyet kérnek? Azt mondták, igen, megkapták. Nem akarom, én nem akarom tudni. Én tényleg úgy fog bemenni mindenre, hogy bocsánat. Igen, elnézést, nincs még túl késő ahhoz, hogy lehagyom a rendelésemet? Jó, oké. Okay. De ön mit ajánlana? Ja, jó, az bonyolult? Akkor valami egyszerűbben. Hozzá maga kedvencét, amivel nem zavarok. Igen, amiből a legtöbb van, amiből van a legkevesebb fogyott. Nem voltak illúzióim, szörnyű dolgokat. Én nagyon sok SMS-en voltam pincér, ha vendég tiszteletlen volt, akkor csak annyit mondtam a szakácsnak, Lacikám, a vendég erősen kéri a gulyást, üdv Gábor. Hát ez még a humánusabb megoldás egyébként, nem? Igen. Igen. Balázs, tegnap, amit rendeltél, az a pizza fini volt? Ha tudnád, hogy csináltuk, Istenem, de jó, hogy nem ettem tegnap pizza. Kézzel, most véletlenül ettem volna, még magamra is venném. Sziasztok, ezen okból van megszabva a rendelés felvételi idő. Ha este 11-ig lehet rendelni, attól még a konyhai dolgozóknak tovább kell bennmaradni, rendbe tenni a konyhát, előkészülni másnapra. Az utolsó pillanatban beesett rendelést is ugyanolyan alázattal kell elkészíteni, mint a legelsőt. Nem maradna tiszta a lelkiismeretem, ha a vendég anyázna a főztőm miatt. Aki ilyet csinál, az nem igazi szakács, és csak muszájból csinálja. Ilyen nem való egyetlen konyhára sem, Tibi a szakács. Hát milyen igaza van tulajdonképpen, nem? Csak hát nem mindenhol ez a hozzáállás, igen. Haj, gyerekek. Akarjátok tudni valójában, hogy mi zajlik a háttérben? Hívjatok, írja egy hallgató. Jó, hívunk mindenkit a hírek alatt, és meghallgatjuk. Évekkel ezelőtt étteremben dolgoztam. Ott bevett szokás volt, hogy a kukából haláztuk ki a díszítéshez használt zöldséget. Visszaküldött kaja után a szakács az újra kiküldött ételt teleköbdöste. Utána évekig nem jártam étterembe. Atya úristen, ha még nem ettél szőnyegről leves, nem éltél igazán. Érte nekünk David Hasselhoff. Hogy a szőnyegre kiöntött leves szépen visszarakják, kicsit hozzámernek, és lefóliázzák, és megy ki, mint... Hát... Hogy gondold el azért, miket teszel meg így a házhoz szállítás alkalmával, vagy csak egy sima étteremben, ahol nem gondolnak. Igen. Persze, nyilván nem mindenhol. Ragú. Nem is ragút rendeltem. Igen. Bejött egy srác zárás előtt a pizzériában, nem örültünk neki, kért egy erős pizzát, elkészítettük, 3 liter jeges tát ivott meg, mire megette. De ez még a bocsánatos bűn kategória. Igen, ha még egy kicsit erősebbre sikerül, az nem baj. Jó, szakácsok, pizzafutárok, pincérek írjanak nekünk, jó? Hogy állnak bosszút, mit csinálnak, és ha esetleg van olyan étterem, ahonnan jobbra nem rendelni, írják meg nekünk őszintén, ha már nem dolgoznak ott. Hadd csináljunk egy listát. Legalább mi ne rendeljünk onnan, aztán kitesszük a Facebookra. Szerencsére, hogy ma este egy olyan étterembe megyek, ahol nem beszélnek magyarul. De attól még ismerhetnek. Igen, viszont nagyon jó tofuba és pamutzokniba. 8:30 volt, 1 perccel várjuk az SMS-eket, mi pedig jövünk a hírek után. Jó, egyszer kinyithat Bali DJ doboza is. Oti DJ doboza is kinyílt egyszer. Na, csak az íze véget. Én annak idején csak messziről figyeltem a pokolnak ezen bugyrát, ahol ilyen zenék mentek. Imádom. Fokon. Figyelj, meghalok egy ilyen dalt és mosolygok. Komolyan mondom. Hát vagyok, én nem is le. De jó ez. Figyelj, rohadt gagyi. De az életérzés, ami benne van, hogy ülsz a kocsiba, szakadó esőbe 13 fokba és bömbölteted Dr. Albán. Nem mondta, hogy nem jó. Sing hallelujah, akkora blöff, de óriási. Óriási. Persze, nagyon jó hangulatárad amúgy DJ belőle. Oti, nem engedi el a kezeteket. Itt vagyok. Értem a rockot, értem, de nem hagyjuk magunkat. Így ez van. A válaszom. Ez a válaszom a rockra. Na, pontosan így van. Ha úgy érzitek, hogy valami hiányzik a napotokból, mert zárva van még a Szabó Ervin, az Országos Széchenyi, itt van Balázs, és tolja nektek a minőségi zenéket. Itt a kultúra. Van olyan, mint egy Airburn, meg egy ilyen, nem tudom, egy hörgős, röfögős, csirkedaráló, érted? Ez a válaszom. Dr. Albán. És nagyon fölhúztok, még 9 után is kaptok valamit. Besírtok, olyan lesz. Húzzátok fel, húzzátok. Zokogni fogtok, olyan gyönyörű lesz. 13. kerület, Radnóti utca közepén táncolunk 2 autó között. Látod? Ja, azt hittem közlekedés, de hogy nem, igen, táncolnak.
Aha. Táncolnak. Mikor táncolnak egy izére? Azt megkirakják majd a Mikulás csomagot. Na, azt mondja, hogy véradás zajlik itt az Üllői út 102-ben. Ugye a Klassz FM előtt jöjjön mindenki, nemes a szándék, szeretnénk segíteni, szúrassátok meg magatokat, 20 perc, 25 perc alatt mindenki kész van, lehet, hogy bruttó másfél hét múlva ne legyen így, de már az is lehet, hogy életet tudtok ezzel menteni. Nem kell sokat sorbálni, nincsenek sokan, szállingoznak az emberek, jönnek, 10 órára szerintünk a Vöröskereszt elégedett lesz, te gyertek, segítsetek, jó karma, még akár így is lehet mondani, így tényleg, van. Ha az ember nem hisz benne, akkor is biztos, hogy segítség. Másokon jöttek, de jöjjenek még többen, hogy rendeljünk egy lajtos kocsit. Így van, az lenne a legjobb. Tényleg, ebben az évben már nem lesz több véradás. Idén volt, azt hiszem már, ha jól emlékszem, 2. 1. Nem, mindegy. Ja, nem. Ugye, a mai a lényeg. De a mai a lényeg, tehát ebben az évben utoljára van erre lehetőség, Üllői út 102, hogyha valaki esetleg nem tudja, az M3-as Népliget úti metró megállónál azt mondja, hogy az új Fradi stadionnal szemben az általános oldalon a régi Pénzverde épülete, az van kívül, hogy Metal Art ZRT. Igen, baromi átlátszó egyébként az egész, nyilván egy vörös kereszt, ide rendeltük a kamiont, mindenki fehér köpenybe rohagál, nem szól másról, mint hogy a másfél-két literét fejenként mi magunknak elkülönítünk egyébként, mert szükség lesz erre november végén a Szent László kórházban majd. Tehát amit adtok, azt részben nekünk adjátok. Lehet, hogy a Janinak, lehet, hogy a Ferinek, lehet, hogy nekem, de tényleg megköszönjük. Az én teljes transzfúziómra szükséges mennyiség a 2 deci már lejött, de Feri 8 literéhez még kell egy kicsi. Igen. Úgyhogy segítsetek ezt a vért egyébként, vagy egy bizonyos részét legalábbis mi fogjuk használni novemberben, amikor majd visszajövünk Afrikába, és nagyon hálásak leszünk. Na nézzük az SMS-eket, mert hogy rengeteg pizzafutár szakács ír nekünk, és higgyetek el, ez most nem arról szól, hogy minél gusztustalanabb SMS-eket olvasunk, mert nyilván szűröm a dolgot, nem de. Is fogunk. Sokkal inkább mindenki érintett abban, hogy bemegy egy étterembe, esetleg nem úgy viselkedik, vagy csak szimplán nem szimpatikus a szakácsnak, vagy a szakácsnak a rossz napja van, vagy a pincér éppen válik a feleségétől, nem tudom. Ugye a témánk az, hogy a szakácsok, ételfutárok, pizzafutárok hogy tudnak velünk kiszúrni, ha mi nem az adott módon, vagy megfelelő módon viselkedünk, vagy nem vagyunk szimpatikus, vagy nem vagyunk, ugye, nem adunk túl sok borravalót. Mert hogy a cikk, amiből kiindultunk, az ugye egy dühös pizzéria szakácsa, aki egész egyszerűen zárás előtt 9:30-kor még felvette egy rendelést, és nem tetszett ez neki, bosszút állt az ártatlan delikvensen, szerintem is fél órával a zárás előtt még lehet rendelni. Tehát az, hogy közben a szakács pakol, az nyilván az ő dolga. Sajnálom, hogy menne haza a családjához, én viszont éhes vagyok. Nem így van? De, így van. Tehát és a bosszú nem jogos ebben az esetben. És akkor... ahogy te doktor Albánnal, ő pizzával büntet. Én nem büntetek, én megsimogatom a hallgatóimat, akik szeretik ezt a zenét. Egy balatoni büfében dolgoztam még nyitás előtt, toporzékolt az egyik törzsvendég, hogy palacsintát akar, de neki nem volt jó a tegnapi esti sütés, frisset akart. Laci, ezt te jelölted. Borzasztó a balatoni SMS? Borzasztó? Mert csak általam jelölt SMS-eket olvasod, mert ez nem ismerős. Kicsit magasabb az inger küszöbe, mint nekünk. Nem ismerős, ezt nem én jelöltem. Tehát amire úgy gondolja, hogy szoftos és szalonképes, az már nálunk kiveri a biztosítékot. Óvatosan. Nem tudom beolvasni. Na, annyira tudtam. Annyira tudtam, hogy te jelölted, Laci. Annyira tudtam, tipikus, hogy egy kretén vagy, egy olyan, akinek bármi mindegy, csak legyen rajta minél több undorító dolog. Már a palacsinta szóra egyébként gyanút kellett volna fognunk. A kolléga kisütötte, hátra ment, és olyat tett... Igen. Van más SMS is. És olyat tett rá, hogy eltakarta a napot, mindegy. A vendég nem vette észre. Nem tudom beolvasni, nem is akarom. El tudjátok képzelni. Pizzafutár vagyok, soha nem álltam bosszút, ezután se fogok, de rohadjon meg az, aki nem ad borravalót a futárnak. Illik egyébként. 30 éve vagyok a vendéglátásban, ilyet még nem hallottam, amiről beszéltek. Ha ez tényleg igaz, ez a történet a szakma szégyene, ugye a pizzafutár, aki elmesélte, hogy miket csinálnak a pizzával. Vendég megérkezett zárás előtt fél órával, óriás palacsintát kért, a szakács belefingott a pudingos tálba, amibe az öntetet melegítette, bocsánat, nagyon ízlett neki, kért még elvitelre is. Érzed, hogy áldozatok vagyunk? Aha, és a zárás igen. előtt fél órával szerintem te még bemehetsz. Tehát a zárás azért zárás, mert akkor zárnak. Én... maximum azt mondják, hogy zár a konyha, vagy rendeljen gyorsan, vagy csak igyon valamit. De bosszút állni azért, ami elvileg megvan, megengedve rohadtalja. Kövezzetek meg érte, illetve ne, de én mindig meg szoktam kérdezni, hogy rendelhetek még? Örül neki a igen. szakács? Szeret a szakács, látta a műsorunk. Igen, én tényleg. Tudom, hát én is, ha azt mondja a pincér, hogy hát már kicsit necces, akkor inkább nem eszek semmit. Akkor inkább szépen elköszönök, és akkor veszem a kabátomat, veszem igen. a kalapomat, ami nincs. És akkor veszem a kalapomat. Motormárton. Megiszom egy jóféle söritalt, és aztán azt mondom, szia nagy uram, viszlát. Fogom a sétapálcám, és hazahaladok. Salibárba műanyag tálakat, evőeszközöket ki kellett szedni a kukából, és elmosni, hogy túl drága. Te jó Isten!
De miért kellett a kukába dobni? Mert hogy te kidobod, mert jó vendég vagy. Jó vendég vagy, eltakarítasz magad, utána a vendég nem látja kivetet. Igen. Aha. Higgyétek el, pizzafutár vagyok, ne kérdezzetek semmit, ne tudjatok semmit, csak egyetek. Írja nekünk pizzafuti. A szakács vagyok, meg fogtok halni. Igen, egyébként ezt Pákó is megmondta. Mind meg fogtok halni. Ennyi, gyerekek, hát ennyi. Még annyit hozzátennék az előző futárhoz, hogy van néhány ember, aki rendszeresen zárás előtt 5 perccel rendel. Talán az ilyenek miatt alakul ez ki, hogy mi ezt csináljuk. Igen, hát tényleg ezt az oldalt is meg lehet érteni. Igen. Nem értem a szakácsok háborgását, számtalan olyan munkakör van, ahol a munkaidő vége sokak szerint csak elméleti. Én a mentőknél dolgoztam, minden héten volt egy alkalom, amikor váltás előtt 4,5 órával mentünk hosszabb útra. Üdvő Gaben. A bátyám kiszállító volt, egyszer véletlenül kiöntötte a habart passzúj levest a dobozból a zacsiba. Habart a dobozból a zacsiba. Semmi gond. Zacsi csücsök kicsíp, doboz teteje felhajt, zacsi csücsökből visszanyom a dobozba. Lefóliáz, ment ki a leves. Gyönyörű. Gyönyörű. Jó, de az legalább nem a padlószényekről lett felkaparva. Igen. Jó dolog a borravaló, főleg a 2430 forintos tételnél megkönnyítve a dolgom, 2470-ből kérnek. Írja Laci, hogy azért tehát 2430 a számla vége és 2470-ből kérsz, tehát nem mondod azt, hogy 2005-ből, még az is megalázó. Igen. Rendőrségen dolgozom, rendelek pizzát, tudom, hogy mi van rajta a sajt helyett. Egy gondod, de rendőrségen pizzát rendelni, igen. 4 éve vagyok futár, a legjobb, amikor az ember nagyon éhes, úgy kezdi a rendelést, hogy neki azonnal kell a kaja. Kiviszem 15 perc alatt, ember sehol. Elviszem a többi címet, már a főnököm hív, hogy az ember nála reklamál, hogy nem értem oda. Hetente eljátsza, azóta hideg pizzát eszik. Hát ez még egy jobb dolog, hogy csak hideg pizzát eszik, igen. Akkor van értelme beleköpni az ételbe, ha látja a vendég. Ez milyen barátságos, nem? Hát, utolsó egy órában... nyílt sisakkal, hogy mondani szokták. Utolsó egy órában az összes étteremben már takarítás megy 1000-rel, 22 óra után rohadtul utálunk mindenkit. Addig jusson eszetekbe zabálni, amíg nyitva vagyunk. Zárás előtt nyisd ki a hűtődet, és bújj az asszony mellé. A túlóra pénz nem a vendéglátós ismérve. Jó étvágyat. Hát én nálad nem akarok enni. Igen. Én írják kettőkor... ezt egy Michelin csillagos étel. Én kettőkor sem megyek be hozzád, nehogy mérges legyél, hogy este 11-kor zártok. Na jó, és hát vannak azok az SMS-ek, amik igen. Egész egyszerűen... Amiket nem. Laci bejelöl, de sajnos nem tudjuk őket beolvasni. Igen, Laci inger küszöbe kicsit más. Jó, hát... Szóval, hogy nem voltak illúzióink, zárva ezt a témát, és időben kell rendelni, nem. És nagyon illedelmesnek lenni, és sok borravalót adni, és imádkozni. Tisztelet a sok-sok kivételnek, reméljük. És szeressük egymást, és legyünk tekintetel egymásra. Mondjuk a ezt vendéglátók, a vendéglátók a vendégekre, igen. A vendégek pedig a vendéglátókra. Mégiscsak egymásból élünk, nem? Így van. Mi nem halunk éhen. Tegyük le a fegyvert, nem kell a harc, nem kell a háború, tényleg. Szeressetek minket. Igen, hármas ugrás, játsszunk már is valakivel. Hármas ugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki. István, jó reggelt, hello. Jó reggelt, kívánok, sziasztok. Jó reggelt. Hello István, honnan hívsz minket? Kispesti Bolyai János általános iskolából telefonálok, és nagyon meglepődtünk, hogy pont az e-mailem célba talált, és fölhívtatok minket. Na. És pont szünet van, és nagyon jó, itt vannak a kollégák is. De jó. És reméljük tudnak segíteni, és megoldjuk a kérdést. Milyen állapotban van az az egy szemnyomtató, ami van az egész általános iskolában? Hát igen, ezt írtam az e-mailben. Az egyik szülő vállalta azt, hogy nekünk ad egy nyomtatót ide a tanáriba, és hát... hát sokszor nem férünk oda. De ez totál nonsensz, hogy gyakorlatilag a tanárban egyetlen darab nyomtató van, és az is adományként érkezett egy szülőtől. Igen, sajnos ez így van. Egyetlen egy számítógépünk van, és itt egy szülői adakozásból egy nyomtató, és én azért is mertem írni ezt az e-mailt, mert nagyon nagy segítség lenne nekünk. Hát ez hihetetlen. Hány tanár van? 44-en vagyunk. Most pont szünet van nekünk az első óra után, és körülbelül a tanáriban fél tanári karit van. De hát ilyenkor mi szokott lenni, amikor 40 darab tanár ki akar nyomtatni valamit? Hát nyilván ez előfordul egy iskolában elég sűrűn. És nem jó a nyomtató, vagy várni kell, akkor ők szépen elmennek valahova, aztán otthon kinyomtatják? Nem, vagy, hát szerintem szeptemberben megkezdik kifizet. A fél évi bizi kinyomtatását. Tehát szépen igen, sorban. Itt van a főnök Növics, és mondta, hogy ilyenkor meg szoktuk oldani közösen. Mindig megoldjuk, tehát sörtincs ebből gond. Na, de milyen jó a hangulat a tanári karban? Igen, nagyon jó kis közösség. Nagyon szeretünk szerintem itt dolgozni.
sokan közülünk itt kezdték a diákként, és te mit, már te mit tanítasz? Én történelem és földrajz tanár vagyok. Ó, gyerekek, hát akkor nektek ez a hármas ugrás, ez menni fog. Hétfő vagy kedden már egy komplet googolásra ítéltünk egy egész tanári kar, tehát mindenkinek tizet kellett googolni, mert az Anzsú Nagy Lajos az nagyon-nagyon-nagyon nem ment. Azsúr Nagy Lajos. Nagyon félünk, mert ha lebőgünk, akkor a gyerekek előtt nem állunk meg. Tehát nem, ez nem lehet. Egy kis félt bennünk. Nem lehet gond, ez a kis kémia és mikrobiológia. Igen. Na jó. Afrikában is jók vagyunk, Dél-Afrika, minden. Igen? Csak olyan ne legyen. Na, jól van, drukkolunk, akkor döntsétek el, hogy hány nyomtató kell. Az első jó válasz után hármat kaptok, aztán eldöntetitek, megálltok, elég három, tovább mentek, fölajánljátok, ez rajtatok múlik. Mehetünk? Igen, próbáljuk meg. Na, így szól az első kérdés. Ki alakítja a Lali nevű büfést az Üvegtigris filmekben? Hát én azt mondom, hogy ez egy könnyű kérdés, Rudolf Péter. Így van! Na! Jól van. Három nyomtató már a puttonyban. És mindenki tapsol, mindenki örül? Mindenki örült, csak nem mennek, mindenki fél. Ugye 30 gyerekhez vagyunk szokva, nem egy milliós hallgatottsághoz. Hát még ha egy millió lenne. Hát. Összeszorítja a torkunkat a félelem. Én azt szeretném mondani, hadd legyek ünneprontó. Nagyon örülünk ennek a lehetőségnek, de nem akarjuk más elől is elvenni. Biztos vannak más szervezetek is, akik rá vannak erre szorulva, és mi megállnánk itt. Tehát elvisztek hármat, de nem mentek tovább. Nem mennénk tovább. Ne bőgjünk le, milyen ciki lenne már következően, hogy anyát kéne hívnom, hogy segítsen, és gondolunk a másokra is, jó? De rendesek vagytok, jó? Oké, jó. István, ez legyen nagyon így. Nagy segítség lesz nekünk. Jó, az azt jelenti, hogy akkor... Királyok vagytok, csak a kis Pest! Köszönjük szépen. Hogy akkor három darab nyomtatót küldünk nektek, jó? Jó, akkor nem teszem le, és fölvesszük a kapcsolatot. Tedd le nyugodtan. A családot még puszíhatom, arra van idő? Tessék? A családnak még egy puszit költhetek? Figyelj, puszíhatod a családot, nyallereskedhetsz az igazgatónak, amit szeretnél, minden. Nagyon szépen köszönöm, jó hétvégét kívánok. Na most mi van, nem puszilod a családot? Vagy most mi van? Puszilom a családot, azt hiszem a nagyobbik fiam, meg a feleségem is hallgat. És igen? A többiek? És a többiek, mi van a családa? Ennyien vagytok? Hát semmi nem. Szüleim is hallgatnak. Na, hát ezért. És még valaki? És kinek küldenél az iskolából, valamelyik tanárnak, ki puszilnál? Hát van itt egy kolléganőm, lehet is hallani, a Csendes Ági, neki is küldeném. A Csendes Ági ez azt jelenti, hogy bármit csináltok vele, nem mondja senkinek, vagy hogy? Nem, olyan kis visszafogottan nevett, és azért... Jó is az. Mit tanít a Csendes Ági? Ő magyar tanárnő, és média. Ó, média! Oha! Add az Ágit egy pillanatra. Adom az Ágit, akkor őt egy pillanatra a kolléganőt. Köszönöm szépen! Hello! Na, hello! Csendes Ági? Én vagyok az István szerint a Csendes Ági, igen. A Csendes Ági. Mi az, hogy média, az mit jelent? Már nyilván... Olyan sokszor hallja egyébként az utóbbi 10-15 évben ezt olvasom, a szót. Olvasom, nézem, hát valaki mondja, nem vagyok, hogy mit tanítasz, tehát általános iskolában, mint média, ez mit jelent? Hogy mit tanítasz? Hát leginkább filmeket nézünk a gyerekekkel, azokról beszélgetünk. De jó. TV-műsorokról, rólatok például. Na. Igen, de hogy szitokszóként szerepelünk? Hát nem. Igyekszem finoman fogalmazni. Hát igen. Egy média szakos tanárnak nem biztos, hogy jó véleménye van a kereskedelmi tévékről. Ági, ügyesek voltatok, küldjük nektek a nyomtatót, jó? Köszönjük szépen. Ügyesek vagytok. Puszi, sziasztok. Köszönjük, sziasztok. Ciao, hello. Ez volt a hármas ugrás a Morning Show-ban. Készülj a következő megmérettetésre. Na gyerekek, ma beszélünk a záróráról, holnap megnézzük a patyomkén páncélost, és majd pénteken beszélünk az ellenkező előnyön. Kellemetlen. Ízlés és kultúra romboló műsorokra is. Igen, Bató Jani és Sevestyén Balázs produkciójáról többek között. Hogy állunk? Drága Anna. 28 darab nyomtatónk volt a játék megkezdésekor, igen? 3 darab nyomtatót vittek el, maradt 25 darab nyomtató. Nagyon tehát jó. 50 volt, felét játszottuk el. Jó, akkor diktálok, jó, írjad? Oké. Okay.
Azt csináljuk. Jegyzetelj. Jó? Szólok. Legyen az akkor, hogy mindenkinek, aki jelentkezett, akkor egyet kiszórunk, jó? Tehát itt Baba Birtok Egyesület, Nemzetközi Pettőintézet, megdöbbentő, nincs nyomtatójuk egyébként. Nincsen nekik nyomtatójuk. És mindenki azt gondolja, hogy ők nagyon el vannak eresztve anyagilag meg segítséggel, hát ez nem így van. Családsegítő szolgálat, iskolák, gimnáziumok, Korányi, kórház. Kórházak. Jó, csináljuk azt, hogy akkor marad 25, akkor ne adjunk 2-3-at, menjünk végig, és próbáld eldönteni. Ahogy... Nyilván több van, mint 25, akinek nagyon kell, akkor egyet-egyet szóljunk ki. Jó? Jó. A Pettőintézetben sincs nyomtató? Nincs. Vagy ha van, gondolom, akkor haldoklik éppen. Hát pontosan így van, mint hogy a Korányi kórházban sincsen nyomtató, ott ugyanez van, nem tudják kinyomtatni a szükséges dolgokat, zárójelentéseket, recepteket, egyebeket. Hát szomorú világ ez. Ez nagyon itt szomorú. Is van. Igen. Azt mondja, hogy szivárvány, gyógypedagógiai módszertani intézmény. Van látássérülteket, aki gondozza, nekik sincsen nyomtatónak, mindent nagyítani kell, hogy nagyobb el tudják olvasni a gyerekek, ott sincs nyomtató. Jó, hát a szponzorral közöljük, hogy akkor ezt most nem kapják vissza a maradékot. Tehát nincs göngyöleg, nem viszik el. Nincs Leslie. Igen. Kedves HP, csak ide, oda már sem. Igen, vissza nem küldünk semmi. Jó, akkor ezt ledokumentálod? Én ezt csinálom, én ezt úgy szerettem Balázs csinálni. Jó. Szeretnénk majd még ilyet csinálni. Jó van, na menjél dolgozni. Jó, megyek, jön majd a december, majd még lehet ilyet. Ez olyan jó, A mondat végén ott volt a pont Anna. Ja, oké, teszem a dolgom, megyek. Vagy ezért születtél, ebben vagy a legjobb. Köszönjük szépen. 2 perc a pontosan, 9 óra, jövünk a hírek után. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora Sebestyén Balázssal, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival. Itt a Klassz FM-en. 9 óra múlt 12 perccel jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hello Jani! Hagyjuk a rizset. Bocsánat! Elnézést! Ne haragudjatok! Jaj, gyerekek, DJ, nem bírom megállni. DJ Oti. Borongos idő van, rossz idő van, mindenki nyomott hangulatban van. Komolyan, ilyenkor muszáj. Mindig előveszi a Jolly Joker szettet. Muszáj visszanyúlni Mark Wahlberget. Márki Mark. Elhiszed, hogy ez ugyanaz az ember, aki egyébként a Fighter például irgalmatlan nagyot alakított Christian Bale oldalán? Tehát, hogy persze, hát hogy... mindenkinek van egy törzsfejlődése. Hát hogy nem, valahonnan valahol el kell jutni, érted? Hát, igen, hát... az egykori fehér nemű modell. Márki Már. Jézus Már. Jó ez. Tervezek majd egy rovatot. Szerinted van olyan hely a világon, ahol ezzel az angollal, amivel, vagy amiért használtak ebben a számban, ahogy repelt, ezzel meg lehet élni? Biztos, hogy így. Tehát van olyan hely, ahol ezt felismerik? Még a Brigó utcában se? Nem, ezzel nem mennél át egy alapfokot se, ahogy repelnek. Nem. Szeretik egy rovatot, majd megbeszélem a rádió vezetőségével. Arra gondoltam, hogy egy nap egyszer kijelölünk egy óraindító zenét. Igen. 7 óra, 8 óra, 9 óra. És de csak naponta egy, engedélyezett körülmények között, mindig lenne egy óraindító valamelyik korában egy olyan dal, ami generációs élmény, retro dal, olyan sok CD-n van, meg itt jönnek a felajánlások, különböző CD-k, és megbeszéljük, hogy 8 óra utáni kezdő dal, vagy mondjuk az nem, az már fogad, mert a 9 óra utáni, de egy. Ja, de akkor nem egy nap a héten. De nem, de hogy is. Basszus, nem egy nap. Szabad napom. Nem, egy nap egy héten, az pont, mit tudom én, de 3 nap után lenne baromi unalmas. Tehát megbeszéljük, hogy mit tudom én, a 9 óra utáni dal, az mindig egy a mi 30-as, 40-es, 50-es generációnknak egy olyan dal lenne, amit egyébként nem játszik a rádió. Akkor és az, aki van pipálva az egész. Nincs. DJ Oti pörget. A DJ Oti. Akkor. Igen. Nem jó ötlet? De, szerintem jó. Szerintem lehet, hogy azt kell csinálni, hogy mondjuk a 7-5 napján mindig ugyanebben az órában egy bizonyos műfaj lenne. A 7 minden napja el lenne osztva. Az a baj, hogy nem bírnánk válogatni egy idő után, azért az fárasztó. Hát ez, ahogy de nem, hát úgy gondoltam, hogy akkor mit, te melyik napot szeretnéd?
Pénteket mondjuk. Na, péntek, akkor lenne, hétfőn lenne egy hardcore, kedden egy grindcore, szerdán egy metalcore, csütörtökön egy trash, és akkor öt, és akkor szerintem akkor igen, nem biztos, pénteken hogy vagy csütörtökön lehetne a tiéd. Nem biztos, hogy elengedett kapnánk ebben a formában, igen. Na, nézzük gyorsan a közlekedési híreket, hogy mi a helyzet. Az utakon sok helyen van trafifax, úgyhogy mondom is. Jó, csak kicsit itt még keverek a monitoromon. Azt mondja, hogy trafi van a 106-os kilométernél, Baksa Buga küldte ezt nekünk, ez az M3-as érinti Budapest felé. Aztán 16 órától nagyon fontos, többen elküldték nekünk, hogy gázszivárgás miatt a Budaörsi úton, a Petőfi laktanya után a Bakcsomópont felé vezető oldalon a belső sáv kibontásra kerül, mindenki dugóra és torlódásra számítson. Miskolc tiszta fennakadásmentes, KPM NAV és rendőrmentes, ez már nem igaz, mert Budapest felé ugye a 106-osnál mérnek. Az Ostya-Penkónál az ÖMV úton szintén van egy trafink, fekete Ford még mindig ott állnak, 112-es kilométer trafi Pest felé az M3-ason, mérnek az 54-esen, Nemesnád udvaron is, ezt Gangsta küldte nekünk, és az M7-es 48-as kilométernél a balatoni irányba vezető oldalon szintén most álltak ki trafizni, kicsit elbújtak, úgyhogy nehéz őket észrevenni. Hmm. De jó, már van program a 10 utára. Kikértek neked egy vodka kólát a Globe Diszkóba. Ne haragudj, én csak a Fortunában vagyok hajlandó elmenni, úgyhogy én fortunás voltam, úgyhogy én a Globe-ban nem nagyon jártam. Ott volt a Várostigetben a Hősök tere környéke, nem. Globos sose voltam. Fortunás viszont annál inkább. Na, véradásunk van, és így zajlik, van. Sokan vannak, Laci, alakul, sokan, de nem sokan. Kell sokat várni. Sokkal nem kell sokat várni. Egyáltalán nem kell, iszonyatosan flott, iszonyatosan gyors, rettenetesen rutinosak, a legjobbak az országban, mi csak a legjobbakkal dolgozunk együtt, és az év utolsó véradásáról van szó, sokkal többen vannak már most, mint a legutóbbin, ugyanilyenkor, de természetesen 10 után is lehet még ma jönni, és senkit nem fognak elküldeni. De gyertek nyugodtan, hogyha tudtok szakítani a napotokból egy 20 percet, 25 percet erre a dologra, ami egy nagyon szép, nagyon nemes ügy, nagyon-nagyon sokat segítetek vele, nagyon sok emberek, akkor gyertek el, erre kérünk benneteket. Igen. Milyen csendes a Feri? Tehát nem a malária ütött ki rajta, kérdezi valaki. Nem. Márki ütötte ilyen. Ferink egy kicsit lebetegedett. Így van. De jobb itt, mint Afrikában. Ugye, mert a jövét szerdán indulunk. Úgyhogy... Igazoltam van távol. Így van. Sajnos nem tudott ellenállni egy tepsi disznótorosnak, és még sütés előtt betolta. A kis mohó. A kis falánk. Nem tudom, mi lesz ezzel a falánksággal ott kint, azért mindent ötször meg kell gondolni, 6-szor átsütni, 4-szer rákérdezni, a Feri pedig nem az a helyát sütős, helyrákérdezős figura, az a gyere cipó, hambe kaplak, ott ebből vissza kell venni. Figyelj, fogadjuk meg, hogy soha nem engedjük egyedül lenni. Tehát mindig vagy elmegy vele valaki, vagy őrizzük, vagy mi kérjük ki neki. Tehát a Feri ne egyen egyedül, mert ő az nem ez a jól átsütő, sokat kérdező, és ez a jól néz ki, hozzál a tányéromra, barátom, de majd megoldjuk. A kezel egy széklábbal, vagy? Nem tudom, de ne egyen egyedül. Tehát most már elég sok RTL-es kint van. Mert ugye hát utazik a stáb. Jönnek információk, hogy a dél-afrikai stáb egyébként nagyon jó. Tehát a dél-afrikai ment ugyanaz a műsor, mint itt. Igen. Ez a főzős műsor. Igen. És hogy az a szakács főz majd ránk, kint, aki egyébként megnyerte. Ezt a műsort, ami ment itt, és főzős volt. Ott. Igen. Szóval, hogy vigyáznak ránk. És ő fog főzni ránk. Igen. Kint, ennek ellenére. Nyert. Ennek ellenére. Vigyázzunk a Ferire. Én féltem. Mondjuk, azért az igazsághoz hozzátartozik az is, hogy amit ma megeszik a Feri, az 6 hét múlva ér le. Tehát pont mire visszajön, akkor fog kidőlni megint. Nem, az a baj, tudod, hogy nekem melegen van, én legyezem magam. Ha Feri elkezd legyezni magát, akkor a kezébe beleakad 2 denevér. Na most, ha viszont már beleakad a denevér, megnézi, mi van a kezébe. Igen. És bekapja. És nem jó ilyeneket enni ott kint. Tehát neki vigyázni kell majd, hogy ne kezdjen el hadonászni, mert abban 6 madár beleakad. Kint leszünk ott a dzsungelben. A világ végén, ott ne hadonászon. 2 madarat leszed úgy, hogy észre se veszi. Ha viszont leszed, te megeszi. És az nem jó, hogy nyers dolgokat enni. Úgyhogy erre vigyázni kell. Én nagyon érdekes dolgot láttam egy magazinban. Ez a magazin családról, pszichológiáról, egészségről, inspirációról szól. És ez egy havilap. Uh-huh. A kezemben akadt, mert volt benne egy interjú egyébként a Feldmárral, akit nagyon kedvelek. És lapozgattam ezt az újságot, pszichológia, gyereknevelés, szeretek ilyen... Inspiráció. Nézz utána majd, ha esetleg bajod lett ezzel a szóval. Ezt mondtad az előbb? Igen. Kimondtam. A
bakost üst fel, és akkor ott megtalálod az értelmét. Szóval nagyon jó cikkek vannak benne, nem szeretem az ilyen havilapokat. Lapozgatom, már olvasom a Feldmár interjút, tök jó. Egyáltalán nem nyugszom meg tőle, mert leírja, hogy minden szülő hogy cseszi el a saját gyerekét, ami egyébként tényleg így van. És sok tekintetben magadra ismertél. De nem, hát nem tudsz jót tenni, szóval, hogy igen, érdekes dolgokat mond. Kedvelem, mit látok? A mi Juling, csak mondom, a mi Juling szex újra töltve rovatunkban. Opszi-csopszi! Pirner Almával mutatom neked, szexi dressbe öltözve, Juli, ugye tudjuk róla, hogy cikkeket ír más újságokba is, egyébként nagyon jó írásai vannak, és jól ír, elment és kipróbált egy olyan dolgot, ami abban segít, hogyha te elmész erre a tanfolyamra, erre az órára, erre az előadásra, ami ugye tulajdonképpen egy olyan óra, ahol te is részt vehetsz aktívan ezen a dolgon, rád adnak egy szexi fehér neműt, és különböző dolgokat megtanítanak neked, hogy kell újraébreszteni sok-sok év házasság után a vágyakat. Ami nem azt jelenti, hogy Julinak rossz a házassága, csak mondjuk ki őszintén, hát 8-10 év után, ha valaki házasságban él, tisztelet a kevés kivételnek, hát például a szexuális élet azért az elkezd csökkenni, havonta, két havonta, három havonta, majd szép lassan eltűnik, nem mintha ez lenne a természetes törzsfejlődése a házasságnak, de sok ember küzd ezzel a problémával, úgyhogy egyébként ezt még saját magának sem meri bevallani. Ez egyfajta megelőzés is gondolom, tehát hogy elébe megy a dolgoknak, és mert tényleg nem lehet azt mondani, hogy Julinak rossz a házassága. Juli egy szedben, egy nagyon szexi szedben, rúdtáncot tanul, erotikus masszás, tantrikus szexet, lingam technikát. Ebben nem vagyok egészen biztos, de hogy... és ő ezt kipróbálta. Tantrikus szex előadás Pirner Almával, aki egyébként megtanítja még, hogy kell a vágyat egy férfiban felébreszteni. Márpedig ő ért hozzá. Ez mit jelent, hogy a Júli otthon kiszedett egy hetes buszból egy ilyen kapaszkodót, hazavitte és azon táncol? Vagy ez ilyenkor mit jelent? Ne, hát tudod, hogy most pusztult el a túljájuk, az egyiket nem vetette ki, csak legaljazta. És aztán lekenték lenolajkencével. és azon pörög? És most lehet rajta pörögni. De hogy én ezt egyébként szeretem, tehát az mindig jó, ha egy házasságban az egyik fél, aki érzi, hogy baj van, nem beletörődik, és nem más után néz, vagy cseréli le a feleségét, hanem azt mondja, vagy a férjét, hogy próbáljuk rendbe hozni, adok még ennek egy esélyt, és kipróbál különböző dolgokat, mint egy egyébként tulajdonképpen saját magának is beismerve, hogy lehet, hogy baj van. Mit csinálnak az emberek? Nem mondják ki, beletemetkeznek, elhidegülnek egymástól, majd utána, vagy a férj, vagy a feleség máshol keresvén a boldogságot, szépen belemegy egy titkos viszonyba, majd jön a válás. Nem? Hát ez szokott lenni a legtöbbször. Nem beszélik meg. Ez egy intim dolog, ugye? Fekszenek ott egymás mellett sokszor, és látod, hogy a dolog nem működik, érzed, de sokszor nem mondod ki, vagy nem beszéled meg. Itt a Juli. Juli, gyere már be egy pillanatra. Azért így nem láttam még a Julit. Nem. Miért vagy ennyire túlöltözve? Mi ez a cucc rajtad? Te voltál ilyenem? Igen. Mit csináltál itt? Elmentem a Pirner Almához striptiszt tanulni. Megőrülök. Én is mehetek? Mindig is meg akartam lepni a Vikit egy striptizzel. Már volt olyan, hogy nem kiléptem a zuhanyból egy törölközőből, és mondta, hogy inkább menjek vissza. Figyelj, hogyha elmész, akkor én azért örülnék, mikor hoznál képeket magadról, ahogy állsz egy harisnyakötőben. Kipróbáltad, hogy milyen ez, amikor ellátnak olyan tanácsokkal, hogy mondjuk x év házasság után, hogy lehet egy kicsit felturbosítani a dolgot? Hát igen, különböző praktikákat teszteltem, vagy teszteltünk, és ennek az egyik állomása volt a striptiz. Én nem tudom, szerintem minden nő próbálkozik otthon vetkőzni tükör előtt, és én szerettem volna valamivel feldobni a mi párkapcsolatunkat. Egyébként, tehát teszem hozzá rá, hogy zárójelben nálunk nincsen válság, tehát nálunk tök jól működnek a dolgok, csak szerettem volna megelőzni, hogy... Tehát mi 10 éve vagyunk együtt, és 10 éve ugyanott csináljuk. Tehát persze, 10 év után mindenki ezt mondja. De bármit csinálsz, az már ismerős. Mindig este 10-kor a kukatárolóba. Igen. Több az ember, aki ezt mondja, nem rólad beszélek, mint aki azt mondja, gyerekek, komoly baj van a házasságommal, 4 havonta egyszer szexelünk. Tehát ez az ember még talán saját magának sem ismeri. De tudom, persze, nálatok nincs gond. Egyszer szex van, de én nem szeretnék egyszer arra ébredni, hogy is mondjam, tehát, hogy... És hogy mit tanítanak egy ilyenen? Vagy na, miről hát szól? Például a Pirner Alma, írtam neki egy e-mailt, hogy hát szeretnék striptiszt tanulni, és akkor visszaírt, hogy persze, nagyon szívesen fogad, leírta, hogy mit kell vigyek magammal, adott egy kis listát, kaptam, el kellett vinnem magammal harisnyakötőt, bugyit, combfixet, magas sarkú cipőt, amiből könnyen ki tudok bújni, ceruzaszoknyát, meg kis inget. Ceruzaszoknya, az igen. Mi? Az egy ilyen, hát ilyen, hát rád feszül. Tehát egy olyan szoknya, ami rásimul a testedre. Aha. Tehát mi tulajdonképpen mi a szexi titkárnő vonalat
csináltak. De nagyon vicces volt, mert... És csak táncolni tanítanak, vagy utána van tantrikus előadás, tehát csomó mindenet végigmész, az alma csak táncolni. De az egy másik tanfolyam. Hát az a lingámhasztás, az, annak van tanfolyama. A lingámtechnika így van, igen. Én nem mentem el tanfolyamra, mert egyrészt nagyon drága volt, másrészt pedig élő emberen kell gyakorolni, és azt gondoltam, hogy a Miró az nem biztos, hogy örülne, hogyha... Aha, és patológus is más, még nem volt. Más embert masszíroznék. Úgyhogy azt otthon autodidakta módon. Aha, hát az nagyon jó egyébként. Uh-huh. Ez egy ilyen masszás technika, ugye? Hogy ott szépen lassan megtanuljátok egymás kis tantrikus dolgok belekeverve, nem? Hát a lingám az ugye kifejezetten a, hát az a férfinak. Igen, a lingam masszás. Igen. Férfit. Igen, a lingam masszás. Megmasszírozni, igen. És ezt otthon elnyomtad ezt? Már a táncot? Igen. És? Hát figyelj, de elmentem az almához, ugye akkor vicces volt az egész szitu, mert hogy ő neki az, hogy levetkőzik más emberek előtt, az teljesen normális, és igazából nőnő előtt az simán levetkőzik, de azért mégiscsak volt az emberben egy ilyen egyfajta félsz. Vicces volt, mert kiment, mondta, hogy akkor most öltsük magunkra a ruháinkat, és visszajött basszus egy ilyen mélyen dekoltált, egy ilyen kis fehér kis felsőben, ő is rajtam volt a ceruza, szóval csak úgy nézett ki, mint egy bombázója, meg úgy néztem ki, mint a hónap dolgozója, tehát ilyen teljesen. Na, hónap dolgozója. Hát, nagyon vicces volt az egész. Augusztusban az voltál. De hogy az egész nagyon jó volt, mert hogy előre mondta, hogy állítsak össze egy olyan CD-t, amin vannak olyan számok, amik dinamikusak, de könnyű rá mozogni. És akkor adott néhány praktikát, hogy otthon is készítsek össze egy olyan CD-tárt, amin vannak olyan számok, amik, hogy is mondjam, hangulatba hozzák az embert, mert az nem Ákos úgy van, hogy akkor voltunk. Figyelem, ülj le, és akkor én most táncolok neked, mert ez itt tök suta dolog, hogy akkor csöndből indul és csöndben ér véget, hanem akkor csináljam meg a hangulatot. És tök jó volt egyébként maga a tanfolyam, én egyébként mindenkinek ajánlom, tehát én úgy jöttem ki róla, hogy fú, basszus, de jó nő vagyok, mert hogy megtanít egyrészt olyan mozdulatokat, van egy faltól falig egy tükör, és látod magad, hogy vetkőzöl, és egyszer csak azt az észre, hogy fú, de jó nő. Tehát, hogy milyen szexi az, amit csinálsz, elképzeled magad abban a szituációban, hogy a férjed mennyire fog ennek örülni, meg hogy mennyire klassz lesz. Ő megtanította azt, hogy hogyan kell például úgy levenni egy szoknyát, hogy ne ess át rajta, hogy hogyan kell úgy levenni egy felsőt, hogy ne legyen az rettenetesen suta. Mondott mindenféle praktikát, és azt is mondta, hogy ne aggódjak, tulajdonképpen bármit csinálok, az én férjem hálás lesz érte. Én ezt így ebben a formában nem tudtam elképzelni, mert én azt gondoltam, hogy ha az ember ezt elszúrja, akkor a bolóriási röhögés lesz. És fiúk, úgy képzeljétek el, hogy amit el lehet szúrni ilyen bemutatón, ezt mind elcsesztem. Tehát úgy kezdődött, hogy átestél a szoknyán. Hát majdnem, hogy. Igen. A férjed, hogy örülhet. Júli, mit csinálsz? Mekelj már. Igen, ne haragudj már. Igen, beraktad a kazettát, és rögtön a keresztes vitéz a Moby Dicktől. Megdőre. Nem, összeállítottam egy ilyen CD-t, és... Igen. És hogy volt? Hazamentél, betetted a CD-t? Hazamentem, lefektettem. Jó, otthon volt? Nem. Nem úgy értem. Na, itt kezdődtek a bajok. Rohadtul nem volt otthon senki. Igen, sajnos nem volt, és csak szombat érkezett, mindez pedig csütörtökön volt. Nem úgy értem, hanem te már úgy vártad, és ő belépett, vagy ő tudott róla, hogy te készülsz valamire? Ő tudott róla, hogy én készülök valamire, sőt, igen. Ráadásul aznap estére a gyerekeket se tudtuk megoldani. Már hogy elpasszolni. Elpasszolni, úgyhogy a gyerekeket lefektettem szépen aludni, és akkor mondtam neki, hogy... Anya, megy táncolni, aludjatok. Aha, van. Most pihenjetek. Leraktam őket aludni, negyedtek és utána... Negyedtek ki bármit hallottok. Nem, hát üvöltést akkor sem. Ők ugye fent alszanak a tetőtérben, megvártam, míg mélyen elhasznak, tehát hogy ne legyen semmiféle gigszer. Mondtam a Mirónak, hogy hát akkor én kérek egy kis időt. Tehát ő tudta, megkér hogy valami... egy üvegsört. De nem mondtam neki, hogy nyisson ki egy üvegbort, megnyitottam néhány gyertyát. Igen, de ő tudta akkor, hogy te voltál ezen a tanfolyamon, vagy csak azt mondtad, hogy ma este lesz valami, kicsim, készülj. Ő tudta, hogy voltam valami tanfolyamon, igen? De ő nem tudta, hogy mi ez, hogy mire számíthat majd. Igen. És beraktam ezt a CD-t, amin ott voltak az előre összeválogatott számok. És aha. Lejöttem a kis szettemben, a kis ceruza szoknyában. De akkor ő már aludt. Kicsit összezavarodtál, hogy hallottad a horkolást. Igen, de akkor szólt már... a zene, itta a bort, én is igen? Ittam a bort. És eljött az a... Már nagyon részlet volt, és mindent közöttök mindegy. És eljött az a szám, amire én tudtam, hogy nekem el kell, mert... Hogy ő ágyban volt? Vagy nem, kiraktam neki egy széket. Már által bejárati ötönát a kezében a táskájában. Nem, de arra gondolok, hogy feküdt egy ágyban, már egy puha dunyhában, vagy nem. Ült egy széken, és te nem. Odaléptél mond, hozzá. Igen. Kiraktam a szoba közepére egy széket, és igen? Vele szembe egy másik széket. Aha. És azt mondtam, hogy üljél le ide, fogd meg a borodat, és lazulj el. Aha. Ettől a rettenetesen befesz. Én pedig lekopogtam a kis szettemben, és egy szandált vettem föl, mert hogy ez szexi volt. Így persze, így. Igen, egy kockás műszeres térdőknél.
Nem, hát igen? Ott volt minden, a harisnya tartom, meg minden ott alatt tart, tehát ő azt nem látta. Ez tök jó, de ez jó, igen. És az, hát nagyon kellemetlen volt, mert hogy jött a szám, amire elindult volna nekem a koreográfia, és hát az úgy indult, hogy... mi volt ez a száma? Mindegy, amiről nem a kedvence? Nem, tök mindegy. Egy Bobá Márkovics. Egy ilyen kis laza táncolós, igen? Igen, egy kis laza táncolós kis cucc, és hát úgy indult, hogy mögé kell menni, vagy hát mögé mentem, és akkor egy kicsit így simogattam a vállát, és akkor így elriszáltam előtte, és ő már ezt nem tudta, hogy ez már a show része. Imádom. És igen? Fölállt, hogy elkezdje lehalkítani a zenét, mert már ott egészítette, hogy kőbányán születtem, ott is nőttem fel. Szóval attól félt, hogy fel fognak kelni a gyerekek, tehát én arra fordultam vissza, már vetközve, hogy a Miro áll a laptopnál, és így izélgeti a laptopot, hogy levegye a hangot, hogy keresel én integetek neki, hogy hát ez már a show része, ő vissza. Az illúzió romboló, tudod, halkítsuk le a zenét, nehogy a gyerekek felkeljenek. Igen. Nem az ellazulós típus, igen. Ráadásul borzasztóan kopogott a cipőm, mert hogy nálunk laminált padló van, mindegy, az egész nagyon netesen indult, és aztán visszaült, én folytattam, és akkor mentek nagyon jól a dolgok. Én imádom, hogy ilyenek vagytok. Ezt én nagyon bírom, hogy te táncolsz neki 10 év után. Óriási. Hát de egyébként ebben ez a lényeg, tehát hogyha egy hónap után táncol állítólag egy nő egy férfinak, és ezt egyébként nem is tudom képzelni, akkor abban nincsen akkora súly. Semmi. Egy hónap után még akkor is kívánod, ha rágondolsz. Persze, 8-10-15 éves dolgokról van szó, amikor azért már dolgozni kell azon, hogy ez működjön. Hát egy házasságban rengeteg meló van, hát ezért tenni kell. Persze. És nagyon eljött a pillanat, amikor, ja hát ebben vannak olyan részek, amikor oda kell menni a férfihoz, akkor ott cicázni kell vele, bele kell ülni az ölébe. Én láttam a Miron, hogy ez neki rohadtul tetszik. Egyébként az egész show, hát ez az egész őrület, nagyon tetszett neki az egész körítés, és hát baromira fel volt ajzva. És volt az a pillanat, amikor le kell tolni a bugyit. És mivel én... A Miroét? Nem, az én. Az Orbányos bokszerrel súlyát? És hát... az úgy van, hogy van a... És ezt az Alma elmondta, hogy így csináld, így igen, húzd le. Igen, tehát hogy megtanított kell, az egész mozdulatsort magát. Nem tudom, hogy kell úgy pucsítani, hogy erotikus. Kell úgy letolni a bugyit, hogy az egyik cipőddel rálépsz, és akkor ki tudsz úgy belőle lépni, hogy ne dőlj el. Eljött ez a pillanat, és egyszer csak csengetett a mikro, hogy megmelegedett a tarhonyás hús, és Miro felbattant. És azt mondta, kész a nevben, Sleves. Olyan flamos volt a váj, majd beszártam. És te pedig ott maradtál. Te meg eldőltél balra a beakadt bugyival, tudod? Igen. És az Almánál ezzel nem volt gond, mert ott egy olyan cipő volt rajtam, ami egy alkalmi cipő, de nincs rajta semmiféle csat. Itt pedig, mert hogy szexi, egy ilyen fekete magas nem, egy fekete szandált húztam fel, amin voltak, igen, csattok, és hogy toltam le, az egyik oldalon fennakadt a bugyi. De mivel a másikból már majdnem kiléptem, ezért elkezdtem így csoszogni, mint egy ilyen törpe. Én nagyon bírom, hogy te ilyen megyülj. És lefejelted a férjedet. Olyan volt az egész, mint az amerikai fütében. Nagyon szeretem, hogy ilyen vagy, nagyon jó. Slasszisztem ott jobbra-balra, és akkor végül valahogy úgy oldottam meg, hogy leültem a székre, mintha ez lenne a show része, és akkor végre valahogy lehúztam magamról, és azt hittem, hogy itt ezen a ponton a Miro elröhögi majd az egészet, mert konkrétan majdnem beestem az asztal alá. És ahogy megfordultam, így azt látom rajta, hogy így, nem tudom, így áll, és így... És imádta? Hogy, tehát imádta, mi? Aha. De te vagy az istennő. Aha. És azt gondoltam, hogy tényleg, hogy ott, abban a pillanatban bármit csináltam volna, tehát tényleg, ha beesek az asztal alá, ő azt hitte volna, hogy ez a show része. Ha kicsit hirtelen jön, de akkor álljunk neki. Nem rossz. Ha tetszett, akkor én is rákészülök. Nagyon-nagyon-nagyon tetszett neki, és azóta is egyébként... repetát kér, vagy hát kéri, hogy mikor lesz a legközelebb ilyen alkalom. Egyébként ehhez hangulat kell. Nem megy mindig. Hát de... nyilván, persze, hogy hétvégén csinál szombaton kettőkor a mágia rakást, azért is, hogy táncolj egyet, azért az nem biztos, hogy igen. De hogy nagyon jó hangulatú volt, és nagyon kellemes, nagyon klassz együttlét volt. Tehát egy olyan dolog jött azon az estén, ami addig soha nem volt. És nyilván ebből nem fogunk mi rendszert csinálni, tehát ez nem az van, hogy azok ezentúl minden héten pénteken. Hát meg most már elvállja, hogy mindig ugyanígy menjen, és azért ezt így reprodukálni, ahogy elmondtad, nem egyszerű. Hát de megszokottá válik, tehát ebben pont az a lényeg, hogy egy picit, igen, tehát hogy egy picit, hogyan, mivel, milyen praktikákkal tudod feldobni a házas életedet, és egyébként rengeteg lehetőség van benne, mi aztán utána még kipróbáltunk egy-két dolgot, és akkor így
Szóval nyilván én nem gondolom azt, hogy ez egy ilyen reneszánsz, és hogy akkor most újraélett, és akkor semmi nem élet újra, mert hogy eddig is volt. Igen, szóval hogy a fejekben ott van ez a cserédle, ugye? Tehát a házasságban nagy része ezért megy tönkre, de azért, ha ezt kibeszélik, ha azért elkezdenének tenni, és nem egyből máshol keresnék, a házasságok nagy része egyébként szerintem menthető lenne. Tehát ez így megy tönkre, hogy havonta, fél évente, egy éve elhidegülés, beletörődünk, tönkre megy, találunk egy olyat, elválunk. Közben igen. Azért, ha ebben melót és energiát teszel, akár egy ilyen tanfolyammal, akkor azért ezek sokszor, nyilván, ha nem múlik el az érzelem, akkor fizikai szinten, testi szinten ezek újra ébreszthetők, és ez egy természetes dolog, tehát ez nem bűn, ha az ember kimondja, hogy 10 év után már nem olyan házas élet, mint mondjuk első év, vagy a második év. De ha melózó rajta, vagy beviszel ilyen dolgokat, akkor tud ilyen lenni. És szerintem sokszor apróságon múlik, nem? Hogy csinálsz neki egy fürdőt, hogy beraksz 3 gyertyát, hogy kicsit újra egymásra találtok. Tehát ez nagyon működhet. Igen, meg egyébként szerintem akkor, amikor meg már nagy gebasz van, tehát amikor már elhidegültek egymástól a párok, akkor te már hiába állsz le a harisnyatartóban rohangálni. De mindig van az a pont, ahonnan még vissza lehet hozni. De hogy, tehát én szerintem meg nem kell megvárni azt a pontot, ahonnan visszahozott, hanem elé kell menni. És akkor kell ezeket a dolgokat behozni, hogy folyamatosan azt érezze, hogy igen, ezen ő kell nekem. Igen, ezt komolyan mondom, hogy ezt mi is ki fogjuk próbálni. Mi is csináljuk már, hogy Dél-Afrikában az első este te leültetsz engem egy székre, és elnyomod ezt a táncot. Oké. De az ormányos kis micimackos alsogatjádba legyél. Most ülj le. És várj. Ne csinálj semmit, itt egy üveg volt. 3 hét után rohadt magányosak leszünk 3 hét után. Nagyon fog hiányozni a családunk. Nekem 3 hét után már az is volt, te táncolsz. És hogy jövök le majd a csíkolécsen. Magas sarkóban. A bukfenc, imádom a bukfencet. Igen, Istenem, szóljál, hogy egy első segény dobasz. És már kopognak az anyjuk. Mert este 11 órakor te táncolsz nekem. Figyelj. Ez jó, én ezt bírom, hogy ezt egyrészt így felvállalod, mert szerintem az emberek nagy része egyébként hazudik. De tényleg, tehát 10-ből 8 emberrel beszélsz, mindenkinek rendben van a házassága, mindenkinek rendben van, mindenki, mint a nyulak, mint az első évben, 6-szor hetente, 7-szer hetente, közben a magyar valóság egyébként szerintem nem ez. Tisztelet a kivételnek. Tehát 8-10-15 év után egész egyszerűen ez elérkezik ez a pont, nem? Hogy te ezeket bevállalod, ez szerintem szenzációs. Mész majd ilyen tantrikus masszázs, meg hasonló, tehát megcsinálod ezt a tanfolyamot? Hát én mondom, én ezt otthon... Ezt otthon csinálod, így van. Csak még nem olvastam tanultam, még a cikket, hogy meddig hát, jutottál, igen. Ez, igen, tehát az a lényeg, hogy én felkerestem, már elégleg felhívtam olyan masszőzőket, akik tanítanak ilyen lingám technikát. Egyrészt valami 140 ezer forintba került a tanfolyam, de mondta a masszőz, hogy van neki egy, nem tudom, egy Bélája. Ha őt leápolod, akkor igen, egy 300 kilós hízó. Kivezeti az olvon rajta, lehet gyakorolni. 3-2 órában nekem megtanítja ezt a technikát, és hogy higgyem el, hogy Béla nagyon sokáig bírja, úgyhogy hogy nagyon sok mindent lehet rajta gyakorolni. A Béla egy humán Béla? Tehát ő egy humán Béla, tehát humán Bélán kell gyakorolnod. Tehát a biciklizéssel lehet megtanulni könyvből, úgyhogy humán... Na itt azért szólik a Vikinek, hogy váltsuk át könyvutalványra ezt az ajándékot, és inkább vegyük belőle 3 könyvet. De ki ez a Béla? A Kun Béla szobra. A szoborparkban. Nem biztos. Akkor inkább gyakoroljon rajta. Nem, de fent a neten egyébként rengeteg ilyen videó van. Iszonyú sok. Ugye magyarul nem, leginkább németül, ahol langsam. Ez alatt 40 percen keresztül. Igen. De fogtam a, nem tudom, a távirányítót, vagy a balánt, és akkor a lábam közé vettem, miközben a gyerekek fent aludtak, és akkor gyakoroltam rajta a fogásokat. És kipróbáltad, működik? Ki. Az is működik. Az is. Jó dolgok. Bár egyébként hozzáteszem az... Kint Afrikában vendégem vagy egy lingámra. Jó? Én csinálom. Neked a 4. hétben kérheted csak ki. Jó? Addig nem ér. Azért nézd meg előtte egy videón. Ha jól sikerül, egy bónusz benne van neked, jó? Azért nézd meg előtte egy videón, hogy ez működik. Ismerem ezeket a tantrikus, meg masszázsos dolgokat. Igen. Nekem rossz lesz a Janinak, jó? Igen. De 4 hét után ez már... Azt szerintem. De utána cserélünk. Addig én is elmegyek egy ilyen tanfolyamra, német nyelvűre. Bitte, Herr Sebastian, nicht spritzen. Ja, itt álljunk meg ezen a ponton. Jó van, szóval, hogy ez jó volt. És ezt a cikket te írtad, ezt az Almával együtt írtad? Vagy kipróbáltad, és megírtad utána a cikket? Igen, elmentem az Almához, és még van még kétféle dolog, amit mi ott kipróbáltunk a Mikivel. Beszereztünk egy társasjátékot, ami szintén egyébként várakozáson felül teljesített. Ez egy olyan társasjáték, hogy ketten játszátok, igen. És egy ilyen kis hát erotikus társasjáték, ugye? Társasjáték, igen. Aha. Én azt gondoltam, hogy rettenetesen erőltetett lesz, de minden harmadik mezőben inni kell.
Úgyhogy... Azért érzi, hogy a párok között van egy kis feszültség, most így jön. Most is így jön. Most így jön a feleség. Kettőt. Tehát, hogy mire eljutsz a játék végére, azért rendesen becsicsent. Ezért kapható játék ilyen, izé? Igen. Na mi van, megvan a karjai? Ja, nem, csak ilyen. Ja, kapható ez a társas. Jó napot kívánok, elnézést, lehet itt kapni a kocog és levar játék? Igen, két kapitait, egy gazdálkodj okosan, egy fogdelélvét és egy szextársas játékot szeretnék enni. Tedd el, 30 kilót vihetünk ki, hozd el. Bedobom. Én játszom vele. Gondolat, szívesen kölcsönadom, otthon van. És nem ragadnak a lapok. Ja, hozd el, játszunk egyet. Igen? Te, a Feri, a Zsűl meg én. Jó. Játszunk egyet ki, mondom, hogy rohadt magányosak leszünk, hidd el. Benne vagy? Alig tudom tűrtőztetni magam. Még a Ferinél bizonytalan voltam, de most, hogy a Zsűl nevét is bedobtad. Jó, mondom, egy hét múlva este 9-kor, péntek este 9-kor az én szobámban találkozó Dél-Afrikában, jó? Jó. Társasjátékot hozod. Jó. Iterítjük. Laci, intéz, you stream-et! Ja, Júli, nagyon bírom, hogy ezt így bevállalod. Figyelj, egyébként. Ez jó. Mióta vagytok együtt? 10 éve. 10 éve. 8 hónapja. Nem, 10 éve. 10 év azért éve. Az már egy hosszú párkapcsolatban egyébként ez még nem olyan nagyon hosszú, de azért 10 év az már pont elég. De elébe mész a dolgok, meg ezzel jó. Nem várod meg, amíg bármiféle probléma lenne. És nem, de egyébként nem, tehát hogy ezek után ne gondoljátok rólam, hogy én valamilyen szexistenő vagyok. De aki mindenki is, otthon nem. Mindig tangában várja a férjét, mert nálunk is egyébként van ez a fajta, hogy is mondjam, mackó alsóban egymásra borulás, de hogy azt gondolom, hogy azért kellenek ezek a fajta impulzusok, mert egy idő után rettenetesen. Még ez a megelőzés tök fontos. Elfárad az ember. Hát elfáradsz, meg oda az intimitás, ugye látod fürdeni, látod mesztelenül, hát látsz egy csomó élethelyzetet, aha. És egy idő után, ugye hát ezt nem tartod szinten, vagy nem fokozod, akkor ez egy valahol egy természetes velejárója, hát az emberi természet azért így működik. Egyébként, meg hát sajnos az ego is, ugye, hogy mindig az újat, mindig a más, de hát ebben nagyon nagy meló van, persze. Jól van. Jó van. Jó, a társasjátékot hoz be nekünk tényleg, jó? Oké. Okay. Behozom. Júli, köszi, hogy elmondtad. 3:10 lesz pontosan 4 perc múlva. Jövünk egy pici reklám után. A Klassz FM-en. Jó, csak az íze véget, egy kis íz 17. It's all right. Mutatjuk a nap legjobb pillanatait, hogy miről is volt szó. Arra kértük pizzafutár hallgatóinkat, szakács hallgatóinkat, hogy mondják el, hogy van-e olyan élethelyzet, amikor ők bosszút állnak a vendégen, mert hogy egy cikkben kiderült, ugye, hogy egy szakácstól késő rendeltek zárás előtt fél órával, berágott és csúnya dolgokat művelt egy pizzával. És hát hallani ugye különböző városi legendákat, amikor azt hallod, hogy ha a szakács berág rád, mert mondjuk késő rendelsz, és ő már menne haza, vagy a pizzafutárnak nem adsz elég borravalót, akkor szörnyű dolgokat csinálnak azzal az étellel, amit vagy kivisznek neked, ha ott vagy a vendéglőben, vagy pedig házhoz szállítás keretein belül kapod meg, ha ugye házhoz rendelsz. És hát kiderült, hogy sajnos azért vannak olyan esetek, amikor ez igaz lehet, amikor vagy a szakács, vagy az étteremvezető, vagy a pizzafutár bosszút áll rajtad valamiért. És ezt ugye hát az esetek nagy többségében te nem is tudod, írtak nekünk azok, akik vendéglátósként dolgoznak. Nyilván olyanok is, akik megvédték a mundérbecsületét, igen. És azt mondták, hogy sajnálatos, és ez náluk nem így történik, nyilván nem általánosítunk, de... és nem mindenhol van így, de voltak konkrét esetek, amiből kiderült, hogy illedelmesen kell rendelni, és sok borravalót kell adni. Így van, és hát a kendőzetlen őszintesége bevallották, hogy a rendelés 9:30 előtt. Ajánlott, 9:30 után kockázatos. Így van. És beszélgettünk egy új mágnes vasútról, ami nem sokára bevezetnek majd, vagy elindítják majd, most még tesztüzemben van. 500 km/h sebességgel megy majd Japánban. Nem, a vált szobvonalon, nem. Nem, 160 km-rel megy a vonat, utána felgyorsul 500-ra, egyébként ez egy mágneses vasút lesz, ugye, és a 286 km-es utat 30 perc alatt teszi majd meg, elképesztő adatok, hát beszélgettünk arról, hogy itthon milyen állapotok vannak, és telefonált Szújó Zoli, aki minket hallgatott, elmondta, hogy járt Japánban, és megdöbbentő dolgokat mondott a japán vasútról, hogy működik, hogy érkezik, hogy van az átszállás, hihetetlen érdekes dolgokat mesélt, ezeket a pillanatokat most újra megmutatjuk. Morning Show. Ez történt a Morning Show-ban. Ez itt a Morning Show. De a pizzafutár fiúnak felébredt a lelkiismerete, és jelezte az ügyfélnek. Ja. És jelezte a főnökének, hogy szóljanak az ügyfélnek, uh-huh. Hogy itt van egy kis turpisság a pizzában. Nem biztos, hogy jó, ha ezt a pizzát ők átveszik. Na te ezt hogy jelezte? Hát fölhívta a főnökét, hogy szóljon a lakásnak, hogy ne vegyék át a pizzát. De mit mondtak neki?
Jó napot kívánok, elnézést, azért telefonálunk, mert hogy önök rendeltek egy pizzát, igen, rendeltünk egy családi pizzát, és kicsit késve érkezik, és már miatt már egy picit dühösek is vagyunk. Jó, hát a pizzával van egy kis probléma. Milyen probléma? Hát, szóval ugye van rajta a kukorica, a sajt, pöcs. Nem, valószínűleg nem mondják. De hogy, mit mondanak rá, hogy? Szerintem, hogy nem sikerült, leesett, hát nyilván nem mondják meg. Na mire, nem is ez a lényeg, hanem hogy Magyarországon is hallani olyat, hogyha te például pizzát rendelsz, akkor jó, ha zárás előtt fél órával már átgondolod, hogy valójában akarsz rendelni. Mert hogy vannak bosszúálló pincérek, és szakácsok, pizzafutárok, és járhatsz így. De úgy is járhatsz, hogyha nem szépen rendelsz, ha beszólsz valamit a levesre, ha nem vagy elég illendő mondjuk a pincérrel. Például rendelni zárás előtt 20 perccel már nem szerencsés, mert nem szeretnek. Jól átsütve? Anyádat, 250 fok plusz 10 perc. Tehát éppen már a családjára gondol, éppen csomagol, még megszólal a telefon, föl kell, hogy vegyék, ugye? Tehát magát a rendelést föl kell, hogy vegyék, nem mondhatják le, mert abból akkor nekik van ügy, viszont utána 6-8-an körbeállják a pizzát. Hát most gondolod. Vagy ketten a somlói valóság. És képzeld el, hogy utána pedig ez körbejár a családi asztalnál. És a nagymama még egyszer kér belőle. Hát ezek a régi jó ízek azért csak nem tűntek el. Sose ettem még talán ilyen finom vaníliasodót. Megérte betenni a fogamat. Isteni ez a sodó, Pistikém. Honnan rendelted ezt a sodót? Szegény a fáz jut az eszembe róla. Fú, gyerekek, rengeteg SMS, tényleg. Belváros étteremben volt a mixer. Két extra flagma új gazdag hölgy rendelt koktélt. Megcsináltam, belelógattam a cerkát. Ízlet nekik, kértek még egyet. Kérdeztem, ugyanilyet kérnek? Azt mondták, igen, megkapták. Nem akarom, én nem akarom tudni. Én tényleg úgy fog bemenni minden helyre, bocsánat. Igen, elnézést, nincs még túlkéső ahhoz, hogy lehagyom a rendelés, mert jó, oké. Okay. Balázs, tegnap, amit rendeltél, az a pizza fini volt? Ha tudnád, hogy csináltuk, Istenem, de jó, hogy nem ettem tegnap pizzát. Kézzel, most véletlenül lettem volna, még magamra is venném. Évekkel ezelőtt étteremben dolgoztam, ott bevett szokás volt, hogy a kukából haláztuk ki a díszítéshez használt zöldséget. Visszaküldött kaja után a szakács az újra kiküldött ételt teleköbdöste. Utána évekig nem jártam étterembe. Te jó, Jézus Atya Úristen. Atya Úristen. Ha még nem ettél szőnyegről leves, nem éltél igazán. Érte nekünk David Hasselhoff. Bejött egy srác zárás előtt a pizzériában. Nem örültünk neki. Kért egy erős pizzát, elkészítettük. 3 liter jeges tát ivott meg, mire megette. de ez még a bocsánatos bűnkategória. Igen, ha még egy kicsit erősebbre sikerül, az nem baj. 286 kilométerre hosszú lesz majd az a sínpálya, amit építenek. 2020-ra adják át ezt az egészet, tehát ez nem működik még, most még teszt van. A 286 kilométeres hosszú utat a tervek szerint 30 perc alatt fogja megtenni ez a mágneses vasút. 30 perc alatt. Lesznek olyan részek, ahol 40 méteres magasságban megy majd a vasút, tehát utak, autópályák felett építik ezt az egészet. 17 üléssor található majd benne, két-két pár üléssel. Fél óra alatt mennyit tesz meg? Fél óra alatt 286 kilométert tesz meg, ugye hát 500-zal megy, körülbelül durván. Ugye pont akkor annyi idő alatt, amennyit késni szokott a fóti személy. 286 kilométer, csak hol tartanak a japánok, gondolj bele. A Szújó írt. Zoli, ha láttam az SMS-edet, fölhívunk, jól? Csak 3 mondatot mondj már nekünk erről. Na, itt vagy? Itt vagyok. Zoli, nem szoktam beolvasni, amiket írtál teljesen tudatosan, de most úgy gondoltam, hogy megszólaltathatunk ebben a témában. Konnichiwa. Igen. Szerpoko. Hattori Hanzo. Na, azt írtad SMS-ben, hogy vonatoztál többször Japánban, hogy elképesztő. Igen, ugye a japán nagydíj miatt azért többször megjártam ezt a szenzációs és fantasztikus országot, és amikor először megérkeztünk valamelyik nagy állomásra, akkor egész, azt hiszem Kiotóban, igen, mi Kiotóban laktunk, és 3 átszállás jártunk mindig a Suzukai pályára, ami egy nagyjából 1,5-2 óra vonatút, és amikor először elmondták azt, hogy 12 óra 47 perc 37 másodperckor indul a vonat, amire föl kell szállni, akkor egymásra mentünk az operatőre, és nem tudtuk értelmezni. Mondtuk, hogy biztos, hogy ez a 37 másodperc, azért biztos, mert 43 másodperckor, mondom, másodpercről beszélünk, mert egy másik állomáshoz indul ugyanarról a vágányról a vonat. A következőképpen nézett ki az átszállás, megérkeztünk a 43-as, 43. vágányra, kinyílt a vonat ajtaja, a 44-en 2 lépésre a mi vonatunktól volt a másik, amire át kellett szállnunk, átsétáltunk, mögöttünk becsukódott
az ajtó, és elindultunk a következő állomásra, a következő vonattal. Magyar aggyal nem tudod értelmezni azt, ami ott van. Egyébként tényleg felfoghatatlan, tehát így hallgatom és mosolygok, tehát hogy ez döbbenet. Abszolút. És mondom, fölhívták arra a figyelmünket, hogy legyünk pontosak, mert hogyha 5 másodperccel később megyünk, itt is másik vágányra szállunk, a másik oldalra megyünk, egyébként nem is tudsz kiszállni a másik oldalon. Tehát úgy van minden megtervezve, hogy el sem tudsz tévedni, mondom még egyszer, közben 60 vágányon zajlik az élet, és folyamatosan váltják egymást a vonatok. Mondom, tehát magyar aggyal, nem európai, vagy főleg magyarra, amikor tényleg a Munténia nemzetközi gyorsutazás, sokszor használtam annak idén, mégis csak a Budapest viszonylatban, és tehát a 30 perc az olyan, hogy arra föl sem érezted semmit. Föl sem vonod a szemüldököd, és olvasod tovább a könyvedet, és érdekes. Elképesztő, ami ott van. És akkor kinyílt az egyik oldal az ajtó, leszálltál a másik oldalon, nyílt, átszálltál a vonatra, és mentél tovább. És mentél tovább, és mondom, tehát nulla várakozás. Úgy képzeljétek el, hogy beültük, aztán ugye ülsz a vonaton, és a Shinkansenen látod, hogy ki van írva egy ilyen digitális kijelzőn, hogy most 307 km/h száguldasz. Megérkezik a kalauz, akkor kinyílik az ajtó, ugye a kocsinak a végén. Mond egy ilyen, hát legalább másfél-két perces monológot japánból, bemutatkozik, elmondja, hogy ő kicsoda, mióta van ezen a pályán, és mennyire elhivatott, hogy ő most a jegyünket megvizsgálhatja, és köszöni szépen, hogy megtiszteljük azzal, hogy odaadjuk a jegyünket neki. Meghajol, és akkor ilyen szép szemben végig megy a soron. Ti ültetek ott a kis fasírozott a zsömlétekkel, nem? Nem értettem. Hol vagytok? Azt hittük, hogy úgyhogy bele is mélyedtünk a manga pornóba, amit nyilván először, amikor megérkeztünk, az ott az első, hogy megvegyünk. Igen, azt gondoltátok, hogy valószínűleg meghaltatok, és hát itt nincs más, nem segít mindegyik és manga pornó, hogy valaki húzzon ki a nirvánából. Igen, döbbenetesek egyébként, tényleg. Morning Show. Hát ez tényleg élmény volt hallgatni a szújót egyébként, hogy működik, hogy másodpercre pontosan megmondják, hogy mikor érkezik a vonat. Soha nem késő 6 másodpercet elmegy előtted a vonat. Döbbenet. Ákos mondta, hogy olvasott egy cikket még a japán vasúti rendszerről, és azért tudják másodpercre megmondani, mert ugye automatikusak a vonatok, és ha valahol valaki mondjuk egy babakocsival száll föl le, és felhalmozódik mondjuk 5 másodperc késés, akkor a vonat a pályán kiszámolja, hogy neki mennyivel kell gyorsabban menni, hogy a következő állomásra ugyanúgy behozza másodpercre. És megy mondjuk 300, akkor felviszi 320-ra, ugye nem az a végsebesség, és számol a vonat, ugye nyilván maga a rendszer, ugye a számítógépes rendszer, és behozza a csúszást, ha valami történik az egyik állomáson. És van 8 másodperc, felviszi 310-re, begyorsítja, és ugyanúgy megérkezik mondjuk 60 km-rel később másodperce pontosan. Elképesztő, nem? Döbbenetes belegondolni abba, hogy ha ebben az országban is mondjuk az utak, a tömegközlekedés rendben lennének, hogy ez mit jelentene például a gazdaságnak, hogy percre pontosan tudnál mindent szervezni. Igen. Logisztikailag óriási erőlépés. Az egész beszélgetés azért volt ugye nagyon érdekes, mert 6 óra 30-kor beszéltünk egy hallgatónkkal, Gabival, aki a 6 órai fóti vonatot még nem látta. Igen. És a beszélgetés végén tűnt föl a vonat. Fél óra 35 perc késéssel. Hihetetlen. Csabi, hello, jó reggelt. Jó reggelt, szevasztok, de ez azért van, mert ők több halat esznek? De csak ez az oka? Szerintem, nyilván egyfajta gazdasági helyzet, a mentalitás, sok minden. Tehát, hogy azért ennek sok magyarázata van. Elsősorban azért, mert a karate jobb, mint a kung fu. Igen. Nem tudom, hogy mi az oka. Én nem vagyok nagy vonatos, tavaly Franciaországban vonatoztam, de lehet, hogy ezt már meséltem, és azt tűnt fel, ahogy néztem ki az ablakon, hogy soha nem keresztezi a vasúti sín az utat. Így van. Tehát vagy felüljáró, vagy aluljáró, de nincsenek álló autók, akik arra várnak, hogy a sorompó felnyíljon. Nincsenek is valószínűleg olyan balesetek, mint Magyarországon, hogy vonat elé hajtott egy autó, mert nem tud rámenni a sínre. Nincs keresztezés, persze, igen. Mert vagy beviszik föld alá, nincs vagy felüljáró viszik. Nincs lehetőség rámenni a sínre. És azt hitted, hogy iszonyatosan koszosak az ablakok, pedig csak a tájmosódott el rajta a sebességtől. Igen. Hívjuk a naphallgatóját már is. Haló, itt vagy? Hopp. De rosszul hallunk. Hát, miért hallunk ilyen rosszul? Pedig... Az, be vagy adva. Hello, szia! Figyelj, nagyon rosszul hallunk. Belebeszélsz? Bánként vagyok a pusztába. Ja, kint vagy a pusztába. Hello, Balázs, Jani, Csabi, Morning Show, szia! Fordíts meg a telefonon. Igen, fordíts meg, jól fogod a telód? Fordíts meg. Várjál, tigyázz, hogy kifáll. Na, látod, mondtam, hogy rosszul fogok. Tök jó. Új a teló? Viszonylag. Aha, mert ha régi, akkor van egy jó hírünk. Igen, van egy jó hírünk, kapsz egy vadonatúj telefon, gyönyörű, szép. Ó, tehát
Köszönöm szépen. Reméljük, azt jobban tudod majd használni. Figyelj, nem írtad alá, hogy hívnak? Endre vagyok. Endre, hello, mit jelent, hogy kim vagy a pusztában? Pásztorként dolgozol, vagy juhász, vagy hogy mit csinálsz? Ez bonyolult. Jó, nem, ne is menjünk bele. A bujkás? Üld az a nap. Írtál nekünk egy SMS-t, kitartás a mávra várakozóknak. János bácsi felmutatja a vonatjegyét a kalóznak, mire az így reagál. De hiszen ez egy gyerekjegy, mire mondja János bácsi. Na látja, most derül ki, hogy milyen nagy késésben van ez a szerelvény. Ja. Úristen. Ritkán szokott viccet író hallgató lenni a naphallgatója, de ezt nagyon szerettük. Nem hallunk még mindig annyira jól. Na. Figyelj, van egy nagyon szép ajándékod, egy vadonatúj telefon. Irgalmatlan jó telefon, hihetetlen jó optikával, 20 megapixeles kamera van benne. Ha kíváncsi vagy rá, hogy milyen képeket lehet vele készíteni, akkor menjél fel Detko Dávidnak a honlapjára, illetve Facebook oldalára, ott meg tudod nézni. Így van. Csabi jön a kívánság műsorra, mi pedig jövünk. Hölgyeim és uraim! Ez volt a műsor, amelyre az ország ébredt.